Köszöntöm Önöket, jó napot kívánok! Harsó Zsolca Város Önkormányzat képviselő testületének ez évi első ülésén. Tisztelettel köszöntöm a képviselő testület megjelent tagjait, köszöntöm a intézmény vezetőket, és köszöntöm a képviselő testület munkája iránt érdeklődőket, úgy itt a helyszínen, mint a képernyők vagy monitorok előtt. Jelenléti év alapján megállapítom, hogy a képviselő testület teljes létszámban részt vesz, megállapítom, hogy az határozat képes, így az ülést megnyitom. Először kérem szavazzunk a napirendi pontokról, aki elfogadja a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalását, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy képviselő testület egyhangulag elfogadta. Így rá is térünk a első napirendi pontunkra, ami jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A képviselő testület 201/2016 határozatában döntött a 2017. évre vonatkozó önkormányzati bérleti díjakról. A bérlemények igénybevétele a bérleti díjaknak megfelelően kerültek megállapításra. A képviselő testület 202/2016 határozatában döntött a 2017. évre vonatkozó bérleti díj kedvezményekről. A bérlemények a kedvezmények szerint kerültek megállapításra. Képviselőtestület 204/2016 határozatában jóváhagyta a 2017. évi munkatervet, 2017. évben a munkaterv szerinti ülések a tervek szerint kerültek megtartásra. Képviselőtestület az 50/2017-es határozatában döntött a 2017. évi közbeszerzési tervről, a 2017. évi közbeszerzési terv az éves költségvetésben tervezett fejlesztéseket és beszerzéseket figyelembe véve nemleges volt. A testület 167/2017-es határozatában döntött az Alsó-Zsolcai Közösségi Ház és Könyvtár épületében található melegítő tálaló konyha elnevezésének és szervezeti besorolásának megváltoztatásáról, melyre az Alsó-Zsolcai Városüzemeltetés szervezeti átalakításának részeként került sor. A képviselőtestület 194/2017-es határozatával támogatta dr. Székely Aranka orvos által szervezendő Felső-Zsolcai székhelyen működő éjszakai és hétvégi központi orvosi ügyelethez csatlakozást és annak finanszírozásához hozzájárul 2018. január 1. napjától kezdődően. A képviselőtestület 216/2017-es határozatával e határozatot visszavonta, és a KH Medworth egészségügyi oktató szolgáltató Kft.-vel kötendő megállapodást támogatta a Felső-Zsolcai székhelyen működő orvosi ügyelet ellátása biztosítása tárgyában 2018. január 1-től 40 forint per lakos per hó összegű díjfizetési kötelezettséggel. A testület 200/2017-es határozatában döntött a helyi adók mértékével kapcsolatos felülvizsgálatról. A 206/2017-es számú határozatával jóváhagyta az Alsó-Zsolcai Városüzemeltetés megszüntető okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal. A testület 209/2017-es határozatával jóváhagyta az Alsó-Zsolcai 2-es számú óvoda elnevezésének Alsó-Zsolcai 2-es számú óvoda és konyha névre történő módosítását. A képviselőtestület 210/2017 határozatával jóváhagyta az Alsó-Zsolcai 2-es számú óvoda alapító okiratát. A testület 211/2017 határozatával döntött az Alsó-Zsolcai 2-es számú elnevezésének módosításával és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat ügyében a polgármester felhatalmazásáról, a szükséges intézkedések megtételéről. A Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi nyilvántartásba vétel megtörtént. A képviselő testület 2017 határozatával jóváhagyta az Alsó-Zsolcai Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. A 214/2017 határozatában döntött a testület az SMS-nek 7-es számú függelék módosításáról, amelyben a testület által alapított intézmények kerültek feltüntetésre.
A 215/2017 határozatában döntött a testület az SMS 8-as számú függelékének módosításáról, amely tartalmazza az önkormányzat alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti besorolását. A testület 224/2017 határozatában döntött a Regióhu helyőpapi regionális hulladéklerakó korlátolt felelősségű gazdasági társaság alapításával kapcsolatos feladatokról. A 228/2017 határozatával jóváhagyta az Alsó-Volcai Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítását, és a 229/2017 határozatával jóváhagyta az Alsó-Volcai 2-es számú óvoda alapító okiratának módosítását. A testület 230/2017 határozatában a testület SMS-ének 8-as számú függelék módosításáról döntött. Ez a függelék tartalma az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását. Végül a 233/2017 határozatában döntött az önkormányzat a 2018. évi bérleti díjról, bérleti díjakról és a bérleti díj kedvezmények megállapításáról. Ezek voltak a lejárt határidei határozatok. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja a jelentést a lejárt határidejű határozatokról, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítani a képviselő testület a jelentést egyhangulag elfogadta. Rá is térünk a következő napirendi pontunkra, ami a 2018. évi költségvetés megtárgyalása. Örömmel terjesztem a tisztelt képviselő, illetve képviselő testület, illetve lakosság elé a 2018. évi költségvetést, bár némi keserűség van az emberben, hiszen a elmúlt időszak arról szólt, hogy a megoldást a terület és település fejlesztési operatív program keretében benyújtott támogatástól vártuk, illetve semmi olyan fejlesztést nem kezdtünk el, mert hogy nem tudtuk, hogy milyen lesz a támogatottsága ezeknek a programoknak, ezeknek a pályázatoknak, hiszen nagy mértékben befolyásolta volna a településünk kinézetét, életét. Ilyen volt a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése, azaz a csapadékvízelvezetés, a fenntartható települési közlekedés fejlesztés, ide tartozott a kerékpár, és a zöld város kialakítására vonatkozó elképzelések sajnos nem részesültek támogatásban. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani azoknak a képviselőtársainknak, akik ez idő alatt is mértékletességet tanúsítottak, és a lakosság érdekeit szem előtt tartva voltak képesek alakítani a gazdálkodásunkat. Rátérve a 2018-as év költségvetés tervezetére, a bevétel oldalát tekintve továbbra is hasonló óriási jelentőséggel bír az ipari park, hiszen az ipari parkban lévő vállalkozások fizetik az építményadó és az iparűzési adó jelentős, szinte teljes egészét. Ide tartozik még a bevételi oldalhoz a gépjármű adó 40%-a, hiszen a 60%-ot tovább kell küldenünk, tehát csak a 40%-a marad a településen, ezzel szokott némi eltérő vélemény lenni, ez a 2018-as évben ez az összeg 9 millió forint körül számítjuk, hogy úgy alakul. Ezek a bevételek, tehát ezek a úgynevezett adóbevételek teszik lehetővé a település számára, hogy továbbra is az önként vállalt feladatokat, illetve hogy egyáltalán, hogy ellássuk a kötelező feladatainkat jó minőségben, valamint, hogy a önként vállalt feladatainkat az önszerveződő közösségektől kezdve az időskorúak egyszeri támogatásáig, ezeket az önként vállalt feladatokat továbbra is tudjuk finanszírozni. 2017-es évről van áthúzódó feladatunk is, ilyen a játszótér építésének a folytatása, hiszen a játékok telepítését követően ott még a ütéscsillapító gumilapok elhelyezése, kerítés, megépítése, növényzet, illetve bútorok elhelyezésére kerül sor.
A téli üzemeltetés miatt a közútnál, közút mellett munkát végezni tilos március 15-ig, ezért erre az esztendőre maradt a gyalog átkelőhelyek megépítése. Már ismertetett pályázat útján nyert konyha felújítására fog 2018-ban sor kerülni, illetve szintén pályázat útján nyertünk támogatást a Bajcsi-Zsilinszky út felújítására. Közben zajlik a Kossuth út csapadékvíz elvezetésének a tanulmány terve, amit május 31-ig kaptak határidőt, azt követően kell, hogy tanulmánytervet terjeszték a képviselőtestület elé, illetve akkor lesz lehetőség a képviselőtestületnek dönteni ebben a kérdésben. Azért megtévesztő a dolog, hiszen még csak a tervénél tartunk, egy ilyen csapadékvíz elvezetés, ismerve az összegeket, azért az elmúlt esztendőkben is jelentős mértékű pénzt emésztett volna föl. Ugye, hogyha a terv elkészül, akkor tudunk csak tovább lépni, illetve meghatározni azt, hogy milyen mértékben kívánja a képviselőtestület támogatni ezt a megoldást. Tulajdonképpen egy kisvárosi képet tudnánk ezzel elérni, hogyha sikerülne lefedni az árkokat, sikerülne megszélesíteni a járdát, illetve a lehetővé válna a kerékpáros forgalom is. Ezt fogják fölmérni a szakemberek. A következő nagy terv ezen fölül a Tanács utca rendbetétele, méghozzá itt is hasonlóképpen a csapadékvíz elvezetésének a megoldását követően az árok megszélesítése, az útfelújítás, illetve a tér, a temető melletti tér kialakítása, hiszen ahogy látható, a villanyoszlopokat felszedték, a trafót áthelyezték, illetve egy új trafó került elhelyezésre a temető sarkához, valamint a légkábeleket földkábellel váltották ki. Ezen is hasonlóképpen tervezőt kértünk föl, hogy javasolja, illetve javaslatokkal álljon elő, amit természetesen időben a képviselőtestület elé fogunk terjeszteni, illetve a képviselőtestület dönthet. Amin még szintén tervező dolgozik, ez a bölcsöde bővítés. A újságban, mai újságban olvastam, Tiszakesziben vagy hol, nyertek pályázati úton 12 fős bölcsöde építésére támogatást. Ott egy különálló épület, ami összeköti a folyosóval, köti össze a régi bölcsödével, 50 millió forint összegben támogatják. Tehát gondolom, hogy mi esetünkben is ugyan, de valami hasonló összegről kell, hogy döntsünk majd alkalomattán. Nem feledkezhetünk el a 2-es számú óda felújításáról sem, hiszen pályázati úton nem sikerült támogatást nyerni rá, így mindenképpen a településnek kell megoldani, hogyha az odáig nem adódik valami lehetőség. Azért arra számítanunk kell, hogy a gyerek létszám növekedése miatt valamiféle helyet kell majd biztosítani a gyerekeknek a közeljövőben. Nagy reményt fűztünk a pályázathoz, ami sajnos nem nyert támogatást. Illetve a önkormányzati, a volt 3-as számú iskola, amit teljes mértékben átadtak az önkormányzatnak, ott már oktatás, nevelés nem folyik, egyedül a étkezdét, illetve a melegítő konyhát használják. Bármiféle állag megóváshoz ide is természetesen pénzre van szükség, ahhoz, hogy ne romoljon a helyzet, és még akkor nem beszéltünk azokról a dolgokról esetleg, amit az önkormányzat szándékozik ott berendezni, vagy az elképzelésekről. Különösen az intézmények működésére a pénzek betervezésre kerültek, illetve azok az összegek, amikből az intézmények működnek. Természetesen ezt megelőzte az intézmény vezetőkkel történő egyeztetés. A kiküldött előterjesztésben lehet látni, olvasni, hogy milyen beruházásokat, felújításokat tervezünk az intézmények tekintetében. A települést illetően a beruházási összeg 47.793.000 forint, amit tervezünk. Ez a játszótér befejezéséből, az orvosi rendelő melletti parkoló kialakításából, térfigyelő kamerák kihelyezéséből, forgalomlassító sziget megtervezéséből, illetve megépítéséből, illetve urnafal építéséből tevődik össze ez az összeg.
a beruházás mellett a felújítások kapnak nagyobb szerepet, ami 134.352.000 forintot tesz ki. Ebben szerepel a 2. számú óvoda fénycső armatúrájának a cseréje, a közösségi ház sportcsarnok ajtócsere, a szolgálati lakás, az egyetlen szolgálati lakás tetejének rendbehozatala, illetve a temetői utak egy részének térkövezése, valamint szerepel benne az útfelújítások a Bajcsi-Zsilinszky utcával együtt, mint egy 81,5 millió forintot költ a település a utak felújítására. Ezek az utcák, ami a költségvetésbe betervezésre kerültek, a Rózsa utca, a Szegfű Tulipán köz, a Tanács út, Bem utca, Korvin, Bartók Béla és a Bartók Béla végén az Ifjúság és az Erkel közötti összekötő szakasz, aminek nincs neve. Ennyit a költségvetésről. A előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság. Megkérem a bizottság elnökét ismertesse az állásfoglalásukat. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és azt állapította meg, hogy a tervezett kiadások és tervezett költségek garantálják a településünk további biztonságos működtetését, és ezért indítványozunk a képviselőtestületnek, hogy hagyja jóvá ezt a költségvetés tervezetet, egyrészt a tervezett bevételi összeget és az önkormányzat által vállalt fizetési kötelezettségekből adódó 3 évre tervezett kiadásait, és a szöveges beszámolót is elfogadásra javasoljuk, és ezzel együtt pedig a költségvetési rendeletet elfogadásra javasoljuk a testületnek. Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e valakinek? Képviselő, köszönöm szépen a szót. Nekem egyetlen egy ponttal kapcsolatban ez a kérdésem. Ugye lehet olvashatjuk az előterjesztésben, hogy a már megkezdett játszótér kialakítási munkáira további forrásokat különítettünk el. Ugye tudjuk, hogy tavaly ősz folyamán a testület döntött 20 millió forint a költség a tartalékterhére való elkülönítésére a játszótér megépítésének a céljából. Érdeklődnék, hogy ez a további forrás ez mennyi, és miért kell ezt még pluszba kiegészíteni. Valóban tavaly döntöttünk a játék beszerzéséről és a telepítéséről, ahogy azt képviselő úr is megszavazta. Hogyha elolvasta volna részletesen az előterjesztést, akkor láthatja, hogy még a ütéscsillapító burkolatokban nem döntött a testület, hiszen többféle megoldás létezik, akár meg lehet oldani homokkal vagy gyöngykavicssal azokat a ütéscsillapító részeket, amiket bizonyos játékok alá kell helyezni. Ezzel kapcsolatban a testület nem döntött, hogy most milyen kivitelt óhajt, hogyha a gumi burkolat mellett dönt, az meglehetősen drága, azért is történt ez a húzavona, hogy most mi legyen, akkor arra mindenképpen külön összeget kell döntenünk, illetve határoznunk, valamint a kerítés megépítéséről, természetesen, hogy a gyerekek biztonságban legyenek annak érdekében, valamint hogyha utcabútorokat akarunk kihelyezni, ami jelentett akár kézmosási, lábmosási lehetőséget, jelentő padok elhelyezését, természetesen ehhez is külön forrásra van szükség, hiszen ismétlem, a akkori testület ülésünkön csak a játékokról, illetve azok telepítéséről döntöttünk. Ez így kielégítő? A játékok beszerzéséről döntöttünk. Arról, hogy milyen játékok lesznek, arról nem döntött a testület. Arról a játékok beszerzéséről döntöttünk, igen. A játékok beszerzéséről ki döntött? Ki választotta ki a játékokat, hogy milyen játékok legyenek, kik lettek bevonva? Hát a leginkább az óvoda az, aki meg tudja határozni azt, hogy a gyerekek számára milyen játszóeszközök az előnyösek, hiszen azért nekik nagyobb rálátásuk van ezen a téren. Köszönöm szépen. Igazán nincs mit. Kérdezem, van-e még valakinek? Képviselő. Az orvosi rendelő melletti parkoló kialakítására 10 milliót különítünk el itt a költségvetésben. Most ez terveken alapul, vagy most úgy gondoljuk, hogy talán 10 millió forintból meg fogjuk. Úgy gondoljuk, hiszen nyilván, hogy
hogy ennyi mindent, ennyi mindennel kapcsolatban késztervvel nem rendelkezhetünk. Úgy tervek szerint a tervezőnek átadjuk a feladatot, és ő el fogja tudni dönteni, illetve meg fogja tudni határozni, hogy, hogy milyen fejlesztések, illetve azt követően tudunk árajánlatot kérni a műszaki kivitelezésre. Ugye azt követően kerülhet döntés azt, hogy, hogy a képviselő testület milyen mértékben akarja rendbe tenni, illetve megépítetni ezt a parkolót. És ez a tervező fog velünk konzultálni? Természetesen. Mégis csak tulajdonosok vagyunk ott is. Így van, ennek még előtte vagyunk. Hogyha a testület úgy dönt, hogy megszavazza ezt az összeget, megszavazza ezt a feladatot, akkor polgármesterként keresek tervezőt, aki nekiáll, és természetesen a testület jóváhagyásával, illetve a ott lévők véleményének kikérésével megtervezi. Nem idegen tőlünk, hiszen már az útfelújítással kapcsolatban is csináltunk olyan összejövetelt, ahol vártuk a lakosságot, hogy tegyék meg a észrevételeiket. Hasonló módon itt már a tervezés idejében szeretném, hogyha bevonásra kerülnének az érintettek. Kérdezem, elfogadható ez így? Köszönöm szépen. Van-e még valakinek? Képviselő. Én a postapartóval érdeklődnék, hogy ezzel kapcsolatosan van valami kell. Van a postáig, tudom, hogy nem. De viszont mivel alsó-zsolcai emberek használják, és ezt hiányolom a költségvetésben, hogy szeretném, hogyha a képviselőtestület döntene, hogy postaparkolóval végre ebbe az évbe foglalkozunk és csináljunk valamit. Értem. A postaparkolójának a megépítése... Hát kivitelezünk valamilyen úton, módon beszéljünk egy tervezővel, próbáljuk, amit minimális árból is, de nagy valószínűség szerint szerintem lehetne valamit kezdeni, mert az katasztrofális ott a parkolási lehetőség. Azt hiszem, hogy ez abból a tekintetből rendkívül érdekes kérdés, hogy, hogy természetesen lakossági érdek. Csak kérdezem a képviselő urat, hogyha a boltba járók, ide a kópos üzletbe járók úgy döntenek, hogy kérelemmel fordulnak a képviselő testület felé, hogy a szomszédjában lévő, ahogy Csajóládon lehet látni, hogy a szomszédjában lévő épületet, telket vegyék meg és az önkormányzat alakítson ott ki parkolót, akkor hasonló a helyzet. Tehát igény van rá, látjuk, hogy zsúfoltság van a kóposbolt előtt, akkor hogyha a képviselőtestület tehát kérik, hogy biztosítsa ott a boltba járóknak a parkolási lehetőségét, akkor hasonlóan fogunk dönteni? Én szerintem mindenféleképpen mérlegelni kell a helyzetet, mivel ott szintén ugyanaz a probléma. Tehát és mivel a posta mellett most adtak el egy házigot valami 2 millió forintért, potom összegél, amivel szerintem a testület léptett volna ezzel kapcsolatosan, attól függetlenül mindenféleképpen mérlegelnünk kell, és meg kell oldanunk ezt a helyzetet. Szóval az, hogy fölbedugjuk a fejünket, az nem érünk semmit, meg az, hogy a postái. Ezen vitatkozunk már idestova szerintem 10 éve, ki tudja mióta, amióta itt vagyok, az biztos, és örülnék, hogyha lépne valamit a képviselőtestület. Most ez nem kifogás, hogy akkor a bolt. Igen, ott is meg kell oldanunk ezt a parkolási lehetőséget. Igen, ha ingatlan kell, nem ilyet vásárolnunk, akkor ingatlan kell vásárolnunk. Én szerintem. Köszönöm szépen. Én másként gondolom, úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak vannak saját feladatai, hogyha azon az áron bármelyik utcát rendbe tudjuk szedni, akkor szerintem annak a lakosok jobban örülnek. Tehát mindaddig, amíg az önkormányzat a saját feladatait teljes mértékben vagy kielégítően, hogy ne legyen panasz, nem tudja ellátni, addig én nem látok esélyt erre, hiszen néhány bejelentés érkezett akár a közvilágítás bővítésére, vagy akár a utakra, vagy járdák felújításával kapcsolatban. Tehát számos olyan dolgunk van, vagy akár a hármas iskolát tekintve, számos olyan feladatunk van, ami a település életét befolyásolja, illetve azt fejleszti. Egyébként hagyj jegyezzem meg, hogy ezt a parkolót, amit itt építettünk, ezt is úgy építettük, hogy megvettük azt a úgy készül. Hogy a tanács 17-nél is ugyanaz a helyzet. A postaparkolóval kapcsolatosan, én ezt már korábban is többször elmondtam, hogy a posta egy ugyanolyan gazdasági társaság, mint bármely más cég, és az
jogszabályok alapján mindenkinek kötelessége különböző mennyiségű parkolóhelyet kialakítani a saját területe előtt, tehát hogy megkönnyítse, illetve lehetővé tegye a gépjárművel közlekedők parkolását. Ezen meggyőződésem és kijelentésem ellenére annak idején mégis megtettük a lépést a posta irányába, hogy felajánlottuk azt, hogy közösen kialakítunk valamiféle parkolási lehetőséget. A posta teljes körűen ettől elzárkózott. Tehát én most is azt mondom, hogy ez nem az önkormányzat feladata, és hát az ilyenfajta kijelentés, hogy a képviselőtestet léphetett volna, mert hogy eladó volt a szomszédos lakás, és 2 millióért eladták. Hát a képviselőtestületnek, de az önkormányzatnak sincs tudomása arról, hogy ki, mikor, hogyan adja el a lakását, kivéve akkor, ha megkeresnek bennünket, hogy felajánlom megvételre. Tehát én azt gondolom, hogy ebben senki nem követett el semmiféle hibát, és nem hinném, hogy ilyenféle hangulatot kellene kelteni, hiszen elég sokszor megkapja az önkormányzat azt, hogy miért nem vásárolja fel ezt vagy azt a lakást. Tehát visszatérve a parkolóra, tehát én azt mondom, hogy nem az önkormányzat feladata. Ugyanakkor javaslom polgármester úrnak, hogy ismételten vegyük fel a kapcsolatot a közúttal, hiszen a főutca kezelője, illetve a tulajdonosa, a magyar állam, a kezelője pedig a közútkezelő. Próbáljunk velük beszélni, de információm szerint, és ez szerintem mindegyikünknek birtokában van ez az információ, korábban ők maguk mondták, hogy nem igazán megoldható ott a parkolási lehetőség, hiszen egy kanyarban van és elég rossz helyen, tehát ezt a postá, esetleg ha a posta feláldozna a kerítését, az előkertjét, vagy valami, de a posta elzárkózik jelenleg mindentől. Tehát ennyit gondolom, hogy meg tudunk tenni, hogy újra megkeressük őket, és akkor próbáljuk a lehetőséget. Köszönöm szépen. A testület előtt már többször szerepelt ez a dolog. Ennek eredményeként nem csak abban az időben, amikor először felvetődött, hanem mi is megkerestük már a postát, és folyamatban is van újra próbálunk nyomást gyakorolni rájuk valamilyen módon, bár akkor a testület úgy döntött, hogy illetve a postával való kapcsolat során, hogy a tervezést bevállalja az önkormányzat, a parkoló tervezését bevállalja, a postának csak a kivitelezés része jutna. De a posta minden ilyen dolog elől elzárkózik, és nekünk is azt válaszolták, hogy nincs tervbe véve a fejlesztése Alsó-Zsolcán. Ezzel kapcsolatban egy picit többet mondanék, mert elég sok bejáráson vettem részt utána, hogy ilyen kálváriák voltak a kerékpár úttal, mérnökökkel, akik az útonál dolgoztak, végigjártam a település, mert felajánlotta, hogy megbeszéljük a dolgokat. Most azt tudni kell, hogy a bejárásokkor, mikor volt a buszmegállótól kezdve sok minden, ott nagyon sok dolog kell ahhoz, hogy az útnak megfeleljen, vala parkírozó megfeleljen a közlekedés és egyéb szabályoknak. Egyet tudni kell, hogy a tulajdonos nélkül semmit nem kezdhetünk. Senki előtt és semmikor. Még magánport előtt sem. Buszmegállót azért nem tudtuk elhelyezni, mert nem járult hozzá a tulajdonos. Ez a legelső. A másik szempont az útnak a keskenysége, úgyhogy a fő problémát az okozza, hogy most párhuzamos közlekedésben párhuzamosan áll meg, ezért a balesetveszély rendkívül kevésbé áll fönn, mint abban az esetben, hogy ha most a kerítést nem bontjuk el, de ha elbontjuk is, a kitolatást ahhoz, hogy ráforduljon az útra, keresztbe kell állni az autóval az úton. Ezért a meglevő szabályok alapján csak akkor lehet parkolót csinálni, hogy megveszünk egy kortát, mert oda a körülbelül három, ha még a villa, van ott egy oszlop, azt hiszem, hogy telefon oszlop, ha azt kiveszik, akkor is nagyon szűken fér el 4 autó, de igazán csak 3 autónak felel meg az a helyzet. Magyarul nem oldja meg a helyzetet, mert van, mikor 10 kocsi is állunk. És addig mi nem járjuk olyan szinten körbe, azt tudtuk volna, a portát megvehettük volna, de véleményem szerint nem biztos, hogy akkor is nem tudunk semmit róla, mert nem csináltuk meg, azért kár is tovább folytatni. Úgyhogy
Én arra kérnék mindenkit, képviselőtársaim körül az elmúlt időszakra való hivatkozásul, hogy ha valamit kiteszünk a lakosság elé, akkor annak legyen már valami műszaki tartalma is, vagy egy utánajárás, mert ezeket a feldobálós dolgokat, amit most is alkalmazza van, évek hosszú során hallottuk, amivel úgy megvezették Alsó Zsoltszár a 735 éves évforduló tiszteletére, hogy még ilyen nem történt 735 év alatt. Úgyhogy ezeket a dolgokat mellőzzük, és van itt utánajárás mindennek, megvan a törvényi szabályozása az előterjesztésnek, végbehajtásnak, műszaki emberek nélkül semmit nem tudunk csinálni, csak felvetéseink lehetnek. Ha ezek nincsenek meg, vannak felvetéseink, de csinálni kell. És a postát nem most kezdtük, legalább 15-20 éve vagy nagyon régtől folyik. Mai napig nem. Szembe is van eladóporta, vegyük meg akkor azt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én szerintem ez csak hozzáállás kérdés és ami más. Szóval lehet mellé beszélni, ezt a problémát meg kell oldani. Én felajánlom azt, hogy saját költségemre megpróbálok egy tervezőt kivinni, benyújtom az önkormányzatot, milyen terveket lehet oda, és akkor utána, hogyha a testület elfogadja, akkor én beadnám, és akkor megbeszélnénk. Jó? És akkor innentől kezdve a műszaki tartalom is ezt a hátra mögött. Jó, Pista bácsi? Jó. Jó? Úgyhogy ez így megfelel. Mondjuk szépen. A rendelő parkolójához nincsenek műszaki tervek még. Hát feldobtuk. De feldobtuk. Minden vállalkozásnak kötelessége parkolót építeni. Te mondtad, hát akkor meg jogi úton próbáljuk meg rászorítani a postát, hogy csináljuk. Foglalkoznak erre. Ha van rá jogszabály, nem tudom. De... Ha visszaemlékszik a képviselő testület, akkor még az előző időszakban próbáltunk olyformán nyomást gyakorolni a postára, akkor kerültek ki a megállítós táblák, amit aztán eltulajdonítottak onnan, mert hogy úgy vélte a lakosság, hogy ez nem megoldás, illetve aki eltúlított, az mindenképpen. Valóban véleményem szerint is a hangulatkelt, és annak a felvetése, hogy képviselőtestület miért nem, hiszen képviselő úr tagja ennek a képviselőtestületnek, tehát önmagától kérdezi meg ilyen esetben, hogy miért nem lép a képviselőtestület, valamint vártuk a javaslatokat, abban az esetben, hogyha bármikor értesíti a önkormányzatot erről, hogy ott eladó telek van, és ezt javasolja, hogy vásároljuk meg, természetesen a testület elé kerül az anyag. Azt hiszem, hogy fölösleges ezen tovább vitáznunk. Annyit így a képviselő úr, bár megjegyzem, hogy nyitott kapukat dönget, hiszen erre vonatkozólag a terv elkészült, de hogyha úgy gondolja, hogy saját költségem fog egy másik tervezőt, azt tesz, amit akar. Köszönöm szépen, kérdezem ezzel kapcsolatban, van-e még valakinek? Amennyiben nincs, akkor kérem, szavazzunk. Először az adóságot keletkeztető ügyleteikből eredő fizetési kötelezettségek megállapításával kapcsolatosan. Aki a egyes számú mellékletben szereplő táblázatot, ami a adóságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeink megállapítására vonatkozik. Aki ezt változatlan formában jóvá hagyja, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy egyhangulag elfogadtuk. A következő szavazásban, aki elfogadja Alsó-Zsolca város önkormányzat 2018. évi költségvetés szöveges beszámolóját, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadtuk. Majd aki elfogadja az önkormányzat 2018. évről szóló költségvetéséről szóló rendeletét, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a testület egyhangulag elfogadta. Rátérünk a harmadik napi rendi pontunkra, ami a polgármester 2018. évi kafetéria juttatása. Kérdezem, jegyző asszonyt, van-e ehhez?
Én azt gondolom, hogy az írásbeli előterjesztésben az erre vonatkozó javaslatok ismertetésre kerültek. Egyrészt ugye ebben az esetben a köztisztviselői törvény ide vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, illetve az önkormányzati törvény 73 paragrafusát, ami alapján azt kell elmondanunk, hogy a költségvetés elfogadásában a szöveges részben szöveges részt tartalmazta a köztisztviselők részére megállapított bruttó 200.000 forint értékű kafetéria juttatás, az előterjesztés tartalma, illetve maga a jogszabályok tartalma szerint is a szervezet dolgozói részére ugyanolyan összegű kafetéria juttatást kell megállapítani. Ennek megfelelően a határozati javaslat is erről szól. A dolgozók részére megállapított éves bruttó 200.000 forint összegben kerül a polgármester részére is megállapításra a kafetéria juttatás. Köszönöm szépen, az előterjesztést tárgyalt a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság. Kérem a bizottság szépen. Az előterjesztést megtárgyalta, és ahogyan jegyzőasszony is elmondta, a megállapítandó kafetéria mértéke nem térhet el az adott közszolgálati dolgozók, tisztviselők részére meghatározott kafetéria juttatástól. Javasoljuk ennek elfogadását. Köszönöm szépen, kérdezem ezzel kapcsolatban van-e bárkinek. Amennyiben nincs, kérem szavazzunk, aki egyetért azzal, hogy Szilágyi László polgármester 2018. évi kafetéria juttatását, közterheket is tartalmazó bruttó összegét 200.000 forintban határozza meg, a hivatali közszolgálati tisztviselők számára megállapított összeggel megegyezően, a polgármester kafetéria juttatása az ide vonatkozó törvény és a közszolgálati szabályok alapján került megállapítása, tehát aki mindezzel egyetért, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítani a képviselő testület egyhangulag elfogadta. Így rátérhetünk a negyedik napirendi pontunkra, ami a 2018. évi szabadság ütemezése a polgármester esetén. Kérdezem, ehhez van-e valakinek kérdése az előterjesztés szerint? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. Aki jóvá hagyja, hogy Szilágyi László főállású polgármester 2010 szabadságának igénybevételi az előterjesztésben foglaltak és a 2018 évi szabadságolási ütemterv szerint kerüljön, az kérem kézfelemeléssel jelezne. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy testület egyhangulag elfogadta. Ötödik napirendi pontunk az óvodai beiratkozás idejének és az óvodai bölcsődei zárvatartás idejének a megállapítása. Ahogy már minden esztendőben sort kerítünk rá, a fenntartó kötelessége megállapítani a bölcsődei nyári nyitvatartás, zárvatartás időpontját, illetve a beiratkozás időpontját az előterjesztés szerint. A Fekete István óvoda 2018. július 2-ától július 27-ig lesz zárva, a kettes számú óvoda és konyha pedig ezt követően július 30-ától 2018. augusztus 24-ig tart zárva. Az előterjesztés szerint olvasható, hogy a Fekete István óvoda és bölcsőde, valamint a kettes számú óvoda és konyha esetében a beiratkozás időpontja 2018. április 23 napjától 2018. április 27. napjáig terjed. Az előterjesztést tárgyalta a Humánpolitika és Jóléti Bizottság. Kérem az elnök urat ismertesse a bizottság állásfoglalását. A bizottság megtárgyalta és az előterjesztés szerinti időpontokat támogatja. Úgy a beiratkozást, valamint az zárva és nyitvatartási időpontoknak megfelelően. Köszönöm szépen. Kérdezem, ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdés a hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. Először a Fekete István óvoda bölcsőde 2018. július 2-a és 27-a közötti zárvatartás idejét, aki elfogadja, illetve felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy nyári zárvatartásról legkésőbb február 15-éig tájékoztassa a szülőket, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítani a képviselő testület egyhangulag fogadta el. Aki egyetért azzal, hogy a Alsó-Volcai 2. számú óvoda és konyha 2018. július 30-a
és augusztus 24. napja között zárva tartson, illetve ekkor legyen a nyári zárvatartás ideje, valamint hasonlóképpen február 15-ig tájékoztassa a szülőket erről, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadja. Aki egyetért azzal, hogy a Fekete István óvoda és bölcsöde, valamint a 2-es számú óvoda és konyha intézményekben történő beiratkozás időpontja a 2018-2019-es nevelési évben, 2018. április 23-a egészséget és április 27-e közé essen, valamint felkéri az intézmény vezetőit, hogy a beiratkozás időpontjáról nyújtson a jogszabályi előírásoknak megfelelő tájékoztatást, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom a képviselő testület egyhangulag elfogadta. Rátérünk a 6. napirendi pontunkra, ami munkamegosztási megállapodás Alsó-Zsolcai Polgármesteri Hivatal, mint kijelölt költségvetési szerv és a gazdasági szervezetekkel nem rendelkező Alsó-Zsolcai Gondozási Központ, Alsó-Zsolcai Közösségi Ház és Könyvtár, Alsó-Zsolcai 2-es számú óvoda és konyha, Fekete István óvoda és bölcsőde költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. Kérem jegyzőasztont, terjessze elő. Pár mondatban szeretném kiegészíteni a előterjesztést. Ez a munkamegosztási megállapodást a képviselőtestület 2014-ben a 23/2014-es képviselőtestületi határozatával elfogadta, hiszen az államháztartási törvény, illetve az államháztartási törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendelet előírja ennek a munkamegosztási megállapodásnak a megítét. Tekintettel arra, hogy 2014-től egyrészt jogszabályi változások is következtek be, itt maga az előzőekben említett törvény, illetve a kiadott végrehajtási rendeletek vonatkozásában, illetve az önkormányzat szervezeti felépítése is változott, hisz az előző évben a képviselőtestület döntésének megfelelően a városüzemeltetés, mint önálló költségvetési szerv megszűnt. Ennek alapján ezt a munkamegosztási megállapodást egyeztetve a belső ellenőrünkkel felülvizsgáltuk, átvezettük benne a szervezeti, illetve jogszabályi változásokat. Maga a munkamegosztás, mint ahogy a cím is mutatja, arról szól, hogy azok a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati intézmények, amelyek itt az előbb felsorolásra kerültek, gazdálkodási feladatait a megfelelő szakértelemmel, képzettséggel rendelkező polgármesteri hivatali dolgozók látják el. A megállapodás kiterjed, illetve részletezi a intézmények vonatkozásában az előirányzatok feletti jogosultságrendjét, a költségvetés tervezésére vonatkozó feladatokat, az előirányzatok módosításának, felhasználásának rendjét, a pénzkezelés, adatszolgáltatás és beszámolás kötelezettségét a önkormányzati intézmények részéről, illetve kiterjed a belső kontrollrendszer, illetve a belső ellenőrzés rendjére is. Ezt a megállapodást, mint ahogy említettem, a polgármesteri hivatal, illetve az intézményeknek a vezetői fogják megkötni, és nyilvánvalóan a képviselőtestület elfogadása után ezt aláírni és ennek megfelelően dolgozni. Köszönöm szépen, az előterjesztés tárgyalta az ügyrendi bizottság. Az előterjesztés tárgyalta az ügyrendi bizottságunk, és a képviselőtestület elé azt szeretnénk előterjeszteni, hogy ami a 2014-ben elfogadott munkamegosztási megállapodást helyezze hatályon kívül, és a 2018-ra vonatkozó változásokat tartalmazó munkamegosztási megállapodást a határozati javaslat szerint fogadja el a képviselőtestületünk. Köszönöm szépen. Kérdezem, ezzel kapcsolatban van-e valakinek hozzáfűzni valója kérdése? Amennyiben nincs, kérem szavazunk. Aki a határozati javaslatot elfogadja, azaz a munkamegosztási megállapodás határozott az első számú melléklet szerint jóváhagyja, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy testület egyhangulag elfogadta. Áttérhetünk a 7. napi rendi pontunkra,
ami az Alsó-Zsolt-szerű Református Egyházközösség lelkipásztori hivatalának rendkívüli támogatási kérelme. Ennél az előterjesztésnél érintettséget kell, hogy bejelentsek, illetve megkérem Alexa Gábor tiszteletes urat ismertesse, ha kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Szeretettel köszöntöm polgármester urat, helyzőasszonyt, képviselő hölgyeket és urakat. Köszönöm szépen. Igazából egy olyan ügyben fordultunk a képviselő testület tagjaihoz, hogy a mi gyülekezetünknek a tulajdonában van ugye ez a nagyon szép református templom, itt Alsó-Zsolcának az egyetlen műemlék épülete, ami országos szinten is jegyzett, és hát a templomunknak a tornyán ilyen horganyzott bádoglemez van, ami abban az időben, amikor ez készült, akkor nagyon elfogadott dolog volt. Ez körülbelül úgy az 1920-as évekre lett beborítva, és hát 7 évente szükséges volt ennek a festése, viszont a legutóbbi festése alkalmával már azt állapították meg, hogy olyan mértékű festék rétegek vannak már rajta, pattogva mindenfelé, ugye a nagy hő ingadozásnak kitéve ez a felület, hogy egyszerűen lehetetlen újra festeni, vagy homokfúvással le kellene maradni róla a régi festéket, csak mivel már az idő során annyit azért korrod át az anyag, úgy néz neki, mint a szita, mindenfele átjuggatódna, és hát tönkre menne maga a tartó szerkezet is teljes mértékben. Úgyhogy hát ezt tudva már körülbelül 3 éve lett volna esetékes az újrafestés, de már erősen gondolkoztunk, hogy honnan tudnánk forrást teremteni erre, hiszen hát a gyülekezetünk anyagi helyzete közel nem olyan nagy, hogy ezt önerőből kivitelezni tudnánk. És így adtunk be kérelmet a Emberi Erőforrás Minisztérium egyházi és nemzetiségi ügyekért felelős államtitkárságához, és sikerült is rá nyernünk 12 millió forintot. Nagyon örültünk neki, mert előzetesen, mikor felmértük, hogy mennyibe kerülhet ez a tetőcsere, akkor körülbelül egy ilyen 12 millió forintot mondtak nekünk. Hát igen, csak azzal nem számoltunk, hogy milyen anyagi terheket jelent az, hogy az épület maga a műemlék, hiszen hát itt rengeteg műemléki előírásnak kell megfelelni, és az azt jelentett, hogy el kellett készítetnünk az épület építéstörténeti dokumentációját, faanyagvédelmi szakvélemény, stb. Stb., amiket mind a hivatal megkövetelt tőlünk. Oda jutottunk, hogy csak ezek az előkészítő munkálatok kerültek, most már újabb összeggel kiegészülve, mert azóta villámhárítóval is gond van, mióta ezt a kérelmet beadtuk. Tehát csak ezek az előkészületek közel 1,5 millió forintba kerültek, és hát előjött az a vizsgálódás során, hogy vannak olyan tartószerkezeti elemek, amik cserére szorulnak, gombásodás, rovarrágás, stb. Miatt a toronysisak térben, és hát hogyha már egyszer közel 1,5 millió forint egy-egy ilyen műemléki hozzányúlásnak az engedélyeztetése, amit ha egy villanykapcsoló áthelyezéséről van szó, akkor is végig kell játszani. Így arra gondoltunk, hogy mivel a párkányokat védő lemezek is egyidősek a tetőborítással, ezek is kerüljenek lecserélésre most, ha már egyszer úgyis fel lesz állványozva a templom torony, és szintén a műemléki képhez igazodva a toronyórát is szeretnénk egy olyan toronyórára lecserélni, ami illeszkedik egy műemlék épülethez, hiszen hát mindenki ismeri a mostanit, hogy egy ilyen nagyon kicsi, igazából láthatatlan is, nem is működő toronyóra van beépítve, és hogy ezt is megint ne kelljen majd újra engedélyezni néhány év után, egyben szeretnénk lehetőleg minden munkálatot elvégezni. Szóval mióta beadtuk a kérelmet, azóta kiderült, hogy hát ez a villámhárító is újra kellett terveztetnünk, a tervek már kész vannak, most éppen az árajánlatot várjuk, egy árajánlatunk már van rá, a milliós összeget közelíti pluszba még ez a dolog is. És hát azért fordultunk az önkormányzathoz és a képviselőtestülethez segítségért, mert igazából a gyülekezetünk közössége igyekszik ugye a város életében is
részt venni, az énekkarunkkal szoktunk városi rendezvényeken szolgálni, maga a templom is szokott helyt adni városi rendezvényeknek. Azt gondolom, hogy mindannyian szép emlékként őrizzük a szívünkbe, mikor a Szent Korona itt volt Alsó Zsolcán, és ott a város is ott tudott lenni például ezen az alkalmon, de szoktak lenni hangversenyek a templomunkban Alsó Zsolca város számára, illetve hát a gyülekezetünk is szokott ide hívni azért neves előadókat, Csókai András agykutató vagy idegsebész professzor úrnak az előadására emlékezhetünk így az elmúlt évekből, és hát így kérjük azt, hogy lehetőség szerint a képviselőtestület támogasson bennünket azzal, hogy hát egy 2 millió forintot írtunk ekkor, azóta van egy plusz 1 milliós kiadásunk, de amennyivel tud, szeretnék kérni, hogy támogassa az önkormányzat a beruházásunkat, hogy végbe tudjuk ezt vinni. Egyébként a gyülekezetünk maga is 2 éve már adakozik erre a célra, és hát az idejében még továbbra is várjuk az adományokat. Magunk a évek során megtakarított összegeinkből kb. 3 millió forintot tudunk a befolyt adományokon kívül hozzátenni. Tehát azt gondolom, hogy magunk egy olyan közel 5 millióval fogunk hozzájárulni, itt van a 12 millió forint, és hát még a fennmaradó összeget pedig most próbáljuk előteremteni a beruházáshoz. Ehhez kérnénk a támogatást. Köszönöm szépen! Engedjék meg, hogy idézzek a Tiszán inneni református templomai című kiadványból. Akkor jegyezték föl, amikor 1789 és 90 között épült a templom. Az egyház tagok fuvarral és napszámadással, a templom telkek megvételéhez pedig lelkenként egy poltúrával járultak hozzá, hogy így módon a templomhoz való közös tulajdonérzet kellően kifejezésre jusson. Én magam is gondolom, hogy ezt a műemlék épületet, ami tulajdonképpen a településünknek a képét, vagy bárhol, hogy leginkább ezt tudjuk megjeleníteni a településünkkel kapcsolatban, úgy gondolom, hogy érdemes támogatni. Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi és városfejlesztési bizottság, kérem elnökasszonyt ismertesse. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, mindannyian egyetértettünk abban, hogy ez az épület a mi épített örökségünk része, egyetlen műemlékünk, és ezért kötelességünk annak valamilyen formában való megóvásához, tehát a megóvásához való hozzájárulás, és ha most ezt jelen pillanatban ezzel a 2 millió forint összeggel tudjuk megtenni, akkor kérem a testületet, hogy tegyük meg, és a bizottság úgy döntött, hogy támogatjuk ennek az összegnek a odaítélését. Köszönöm szépen, kérdezem. Képviselő úr. Gyerekkoromban mindig álmom volt, hogy egyszer a templomtól mondom felmehessek szétnézni, nem sikerült. Városüzemeltetésnek dolgoztam, akkor volt rá lehetőségem, voltam fent a toronyba szétnézni. Tényleg rossz állapotban van ez a kupola része, és én is maximálisan támogatom, hogy erre költsünk, viszont én kiegészíteném annyival, hogy akkor már csatoljuk hozzá azt az összeget, amiben a villámhárító is kerül, és akkor egy füst alatt szavazzunk meg, és támogassuk maximálisan szerintem is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én is csatlakoznék a képviselő úrhoz. Én is szeretnék ebben a támogatással kapcsolatosan, hogy egy keretösszeget állapítsunk meg, és szerintem polgármester úr járjon el abban, amikor megvannak a végleges tervek, és akkor úgy döntsön a testület, különítsünk el egy 4 millió forintot, abból szerintem mindenki híre eljönnie, és akkor utána pedig majd véglegesítjük ezt a dolgot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bűnnek képviselő. Már nincs hozzá szólásom, én csak érintettségemet jelentem be, mert presbiter vagyok. Úgy gondolom, hogy nagyon jó ügyet szolgálunk, ha ezt a templomnak a renoválásához hozzájárulunk. Azt is tudni kell, ami nem lett elmondva, hogy végül is a műemlék dolog ez nagyba befolyásolja, de közben olyan gerendák is cserére fognak kerülni megerősítésre, szinte az egész tetőszerkezetre majdnem kiterjedő, ami azt hiszem, hogy betonacél. Sinnel.
az most nincs benne végig. Összeget tekintem, mert az egész összeget kell nézni. Igen. Úgyhogy jó, erről beszéltünk, hogy igen, ez is egy javaslat, hogy majd a későbbiekben erre is fordítunk, de hát az megint nagyon sok lenne. Az idő vastaga sajnos attól függetlenül, hogy nagyon nagy energiát fektetett bele a presbitérium, és azt hiszem, hogy önerőből olyan dolgokat megcsináltunk a templom körül, ami figyelembe méltó és hatalmas összeget kellett volna kiadni, ha mással csináltatjuk. Hát a Szabó által javasolt dolgokkal én is egyetértek, körülbelül hasonlóan gondoltam, hogy ezt a lehetőséget, ez most van, ez nincs máskor, ebben nem lehet csak úgy ugrándozni, mert maga csak a felvonulási dolgok több millióba kerülnek. Ezt most kell csinálni. Köszönöm szépen. Köszönjük. Annyiban nem értek egyet, hogy vagy döntsünk akkor, hogy odaítéljük a támogatást, tehát nem, ne kössük feltételekhez, hiszen van helye ennek a pénznek, tehát én azt javaslom, hogy akkor arról döntsünk, hogy odaítéljük ezt a 4 millió forintot, és akkor nem. Igen. Tehát látjuk, hogy jó hely, jó célra, jó helyre kérte, és még egyszer nem kell róla döntenünk. Kérdezem, van-e még valakinek ezzel kapcsolatosan? Akkor a indítvány arról szól, hogy a Alsónyolca képviselő testület a református egyház közösség részére 4 millió forintot, 4 millió, vagy a református egyház közösséget a templom építés, illetve torony felújítás kapcsán 4 millió forint összeggel támogassa. Ha jól értem. Akkor aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a képviselő testület nagy lelkű volt, és a templom kupolájának a felújítását, mint egy 4 millió forintot támogatja. Nagyon szépen köszönjük a gyülekezet nevében. Köszönjük szépen ezt a támogatást. Köszönöm szépen. Áttérhetünk a 8. napirendi pontunkra, ami javaslat az önkormányzat városüzemeltetés csoportja ügyrendjének megtárgyalására és jóváhagyására. Az előterjesztésben szereplően, ugye jelen esetben az ügyrend megállapítását, tehát működési rend megállapításáról van szó. Ez az ügyrend tartalmazza az alapfeladatokat, feladatellátási területét, gazdálkodási feladatokra vonatkozóan helyettesítésre, illetve minden szabályhoz, ami a városüzemeltetési csoporttal kapcsolatos. Az előterjesztést tárgyalta az ügyrendi bizottság, kérem elnök asszonyt ismertesse. Az ügyrendi bizottságon megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé, hogy határozatával hagyja jóvá az önkormányzat városüzemeltetési csoportjának szabályzat tervezetést, vagyis ügyrendjét. Köszönöm szépen, kérdezem, van ezzel kapcsolatban. Amennyiben nincs, úgy javaslom szavazni. Aki jóvá hagyja az önkormányzat városüzemeltetési csoportjának ügyrendjét, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselő testületünk egyhangulag elfogadta. Áttérünk a 9. napirendi pontunkra, ami Alsó-Olca város önkormányzat 2018. évi bérleti díjairól és a bérleti díjkedvezmények megállapításáról szóló 233/2017 határozat kiegészítése. Kérdezem, jegyzőasszony, óhajtja-e kiegészítést? Ja, illetve kérdezem a közösségi ház vezetőjét. Kíván-e szólni kiegészítést? Kíván. Hát enni. Tisztelt polgármester úr, jegyzőasszony, képviselő hölgyek és urak, köszönöm a szót. A készállíti díj bevezetését javaslom a közösségi házban. Előre bocsátanám, hogy nem újabb áremelésről vagy terembérleti díj emelésről van szó, csupán csak arról, hogy az elmúlt éveknek a tapasztalata, illetve körbejártam, interneten nézelődtem, illetve személyesen is érdeklődtem kollégáktól, és itt konkrétan a vásárok megtartásáról van szó. Egész délelőtt elfoglalják a helyiséget, a nagy termet, de csak 2 órát, azaz a vásár idejét fizetik ki. A legutolsó alkalommal a vásár ideje
a pakolással együtt 5,5 óráig tartott, és télvíz idején ugye a nagy terem ajtaját nyitva tartva fűtjük az udvart. Természetesen én buzdítottam, hogy gyorsabban tessék pakolni, hát nem igazán volt kapcsolatkész az az árus, és ekkor elhatároztam, hogy most ezt a javaslatot be fogom nyújtani. A környező településeken erre a pakolási időre mindenhol készenléti díjat számolnak fel. Úgy gondolom, hogy ez a terembérleti díjnak fél-fél órában történő megállapítása az egy korrekt díj lesz, és úgy gondolom, hogy ezáltal talán jobban lehet ösztönözni őket, hogy akkor kicsit tempósabban pakolásszanak. Ez alsózsolcaiakat egyáltalán nem érint, de úgy gondolom, hogy ez korrekt. Ráadásul a terembérleteink még így is elég alacsonyak. Ezt szintén az árusoktól tudom. A másik hasonló, ez a csarnokra vonatkozik, és ott is csupán csak akkor, hogyha nagyobb volumenű tornáról van szó, mert ott is csak úgy fizettek eddig terembérleti díjat, hogyha 9 órától délután 3-ig tartott a torna, akkor szó szerint arra az időre kellett bérleti díjat fizetni, holott ebben az esetben már a gyülekező, a felvonulás, a bevonulás és a többi, az biztos, hogy elvesz egy órát, a dolgozónak is már egy órával korábban oda kell mennie, energiát, ugye a fűtést feljebb venni, világítást, öltözőket rendelkezésre bocsátani a torna végén, még a fürdés idője, nem akarom itt húzni az időt és részletezni, de azt gondolom, hogy itt is egy-egy ilyen fél-fél órás készenléti díj megállapítása szintén korrekt lenne. És az utolsó pedig a kijelző használatának a szintén megint úgymond egy ilyen igénybe vételi díj, vagy készenléti díj. Mindig rendelkezésre bocsátjuk a tornák idején a csapatoknak a kijelzőt, sőt, ha igénylik, akkor a dolgozó ennek a működtetését is elvégzi. Ez sem szerepelt eddig semmilyen bérleti díj formájában. Kis forintok ezek, a bevétel is, ami ebből esetlegesen majd befolyna, de úgy gondolom, hogy ez is energiát is fogyaszt, emberi erőforrást is igényel. Itt is volt egy utolsó csepp a pohárban, ha szabad így fogalmazni, amikor legutoljára használták, akkor olyan nem törődöm slendrián módon kezelték, hogy kitört a lába. Tehát általában mindig van valamiféle munkája, teszem fel mondjuk ezek után a város üzemeltetésnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az előterjesztést tárgyalt a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökségének. Igen, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és támogatja annak elfogadását. Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e valakinek ezzel kapcsolatban? Képviselő úr. Ezt a kijelzőt szeretném megkérdezni, nem lesz egy kicsit vicces, hogy kivérlik a sportcsarnokot bizonyos időre, és akkor külön számú díjat ezekért, vagy... Hogyha tehát a csarnokot bérlik ki, vagy a küzdőteret bérlik ki, ehhez biztosítjuk az öltözőket, meg egyéb felvonulási helyiségeket, ebben egyáltalán nem szerepel, hogy még most akkor mi kötelesek vagyunk a kijelzőt is odaadni. Konkrét példával élhetek, hogyha én mondjuk elmegyek, nagyon szeretek úszni járni az úszodába, ha be akarok menni a szaunába, akkor azért külön kell fizetni, ha azon túlmenően még egy 300 forintos szauna szeánszt is igénybe akar venni a ügyfél, a látogató, akkor azt is ki kell fizetni. Tehát minden szolgáltatásért külön kell fizetni. Itt meg nálunk apró forintokért odaadjuk a helyiségeinket, és amikor ezeket javítani kell, meg újakat kell beszerezni, azt meg az önkormányzat Alsó-Zsolca városa fizeti. Tehát ez szerintem, és ez megint csak egy olyan minimális összeg, ez erre vonatkozóan, hogy egy csepp a tengerben. És csak és kizárólag akkor javaslom ennek a bevezetését, amikor olyan tornát szerveznek, ahol tudva levő, hogy ez bevételes. Tehát aki itt nálunk tornát szervez, ő komoly nevezési díjakat szed be, bőven telik, úgy gondolom, abból kifizetni azokat a dolgokat, amiket még pluszba kér. Vagy másik konkrét példa, hogy a közösségi házban, hogyha van egy lagzi, terembérlet x forint, és hogyha kéri a székszoknyát, akkor azt is ki kell bérelni. Köszönöm szépen. Hozzáteszem, hogy 8,1 millió forintot
költött az elmúlt esztendőben az önkormányzat a sportcsarnok fenntartására. Kérdezem, van-e még valakinek ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, úgy kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, illetve jóvá hagyja. Csak egy kérdés, hogy megkapunk táblázatot, tudom, hogy a készenléti plusz kijelződi, és úgy van a bérleti. Szóval a kijelző díjat akkor mind arra az összes órára kiszámolunk, igaz? Vagy csak egyszeri, vagy ez az csak egyszerire. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát úgy, mint a másik esetben. Értem, köszönöm. Megmutató, van-e még valakinek? Amennyiben nincs, kérem, szavazunk. Aki a bérleti díj, vagy bérleti díjkedvezmények megállapításáról szóló 233/2017 határozatának a Zsolcai Közösségi Ház és Könyvtára, valamint a sportcsarnokra vonatkozó részét a kijelző, készenléti és kijelző használati díjakkal kiegészítve elfogadja, azt kérem kézfelemelésre jelezze. Köszönöm szépen, megállapítani a képviselő testület, az előterjesztés egydöntetően elfogadta. Áttérhetünk a 10. napirendi pontunkra, ami a képviselő testület szervezeti és működési szabályzatairól szóló 17/2014 önkormányzati rendelet módosítása. Megkérem jegyzőasszonyt, terjessze elő, illetve hogyha kiegészítése van, tegye meg. Inkább a nézők részére mondanám el, mert hogy a képviselő testületi tagok megkapták az előterjesztést. Itt a mai testületi ülésen már egy párszor elhangzott, hogy az utóbbi időben az önkormányzat működésében, illetve szervezetében volt egy-két változás. Ennek megfelelően az alapító okiratokat, illetve a törzskönyvi nyilvántartásokat, amelyeket az államkincstárba be kellett adnunk, azokat módosítani volt szükséges, illetve a 2018. január 1-től módosított dolgokat, azokat nyilván át kell vezetnünk a szervezeti és működési szabályzatba. Az egyik része a rendeletet kell módosítanunk, amely szerint az egyes paragrafus egyes bekezdés C pontját ki kell egészítenünk az Alsó-Zsolcai Bocskai út 36 szám alatti telephelyjel, hisz ez ott nem került feltüntetésre, ez a rendeletnek a módosítását eredményezi, illetve a rendelethez kapcsolódó két függeléknek a módosítása, az egyik a 4-es, illetve a 7-es számú függelék. A 4-es számú függelék arról szól, hogy itt már a lejárt határidejű határozatok ismertetése kapcsán elhangzott, hogy 2018. január 1-től nem a MobilMed, hanem a KH MedWorks egészségügyi oktatói szolgáltató korlátolt felelősségű társaság látja el az orvosi ügyeleti ellátást. Ennek megfelelően ez szükséges átvezetnünk a függelékben. Illetve a másik határozat pedig szintén a testület döntésének megfelelően a 2-es számú óvoda elnevezése 2-es számú óvoda és konyhára módosult, így a képviselőtestület által alapított intézmények között a helyes név feltüntetése szükséges. Köszönöm szépen. Az előterjesztést tárgyalta az ügyrendi bizottság. Az ügyrendi bizottságon tárgyalta, és a rendeletmódosítást, és továbbá a 4-es és 7-es számú kiegészített függelékek átvezetését határozati javaslatával fogadja el a képviselőtestület. Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem, szavazunk. Aki a 17/2014 önkormányzati rendelet 4-es számú függelékének módosításával egyetért, azaz Alsó-Zsolca város, illetve hogy a egyéb együttműködésekhez a KH MedWorks egészségügyi oktató szolgáltató korlátolt felelősségű társaság orvosi ügyelet ellátás székhely 3527 Miskolc Váltó utca 21 kerüljön be, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egydöntetűleg elfogadtuk. Aki elfogadja a 17/2014 önkormányzati rendelet 7-es számú függelékének módosítását, mármint hogy az Alsó-Zsolcai 2-es számú óvoda és konyha Alsó-Zsolcai út
Kossuth Lajos út 168-170 bekerüljön az intézmények sorába, az kész felemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadtuk. Valamint javaslom, hogy fogadjuk el az önkormányzat eszembe szérő szó rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, az kérem kész felemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselő testületünk egyhangulag elfogadta. Rátérhetünk a következő napirendi pontunkra, ami a képviselői indítvány címmel szerepel a meghívóban. Mielőtt még átadnám a szót, engedjék meg, hogy a napirend felvezetését azzal az együttműködési megállapodással kezdjem, amelyben az Alsó-Zsolcai Közösségi Sportklub elnöke vállalta az önkormányzattal való együttműködést. Ezzel kapcsolatban említeném meg a közösségi ház és sportcsarnok vezetőinek december 1-i képviselő testület ülésen tett hozzászólását, amelynek során elmondta, hogy a rongálástól a mosdókagylóba történő engedélyezett cipőmosáson át a testületi hozzájárulás nélkül rendezett tornán történő belépő díj szedéséig minden előfordul a sportcsarnokban, ami azt bizonyítja, azt mutatja, hogy sajnos nem jó gazda módjára kezelik a sportcsarnokot. Kezdeményezte az együttműködési megállapodásuk konkretizálását, sajnos erre a mai napig nem került sor. Többször kérte a KSC vezetőjét, hogy tegyék meg ezt. Az Alsó-Zsolcai Közösségi Klub elnöke 2017. november 13-án indítványt küldött, ami a soron következő testületi ülésen kívánt benyújtani. Mivel az összeállított testületi anyag november 16-ai ülése kiküldésre került, és a levelében semmiféle sürgősségi okot nem nevezett meg, így a soron következő december 1-i képviselő testületi ülésen tárgyalta a KST kérelme tárgyú előterjesztést. A testület 4 igen szavazattal és 4 tartózkodással a KST kérelmével kapcsolatosan nem hozott döntést. Ezt követően december 7-én dr. Majoros Géza képviselő úr indítványozta a kérdés újbóli napirendre tűzését a december 14-i munkaterv szerinti képviselő testület ülése. Mivel a testület erről korábban már tárgyalt, az indítvány tartalmilag teljesen megegyezett a KSZ elnök indítványával, az újbóli felvétel semmiféle változás nem indokolta, így a napirendi pontok között akkor nem szerepelt, és az ott elhangzott tájékoztatás szerint a következő február 8-ai munkaterv szerint ülésen tárgyaljuk. Ezt követően 2 alkalommal indítványozták a rendkívüli ülés összehívását január 18-ára, illetve január 25-ére, ám az SMS szerint a kezdeményező indítványnak tartalmaznia kell az összehívásnak az indokát. Mivel ezek 2 beadvány egyikében sem szerepelt a rendkívüli testületi ülés összehívásának oka, így erre nem is került sor. Ezt követően adnám Márta szót az előterjesztés benyújtójának, ha kívánja kiegészíteni a előterjesztésnek tulajdonképpen az lenne a lényege, hogy a Alsó-Zsolcai Közösségi Sportklub TAO támogatási rendszerének köszönhetően majdnem 300 millió forintot nyert, és ezen a pénzen egy műfüves pályát szeretne építeni itt Alsó-Zsolcán, mégpedig ők a jelenleg a TS, vagy volt TS telep területén szeretnék létrehozni ezt a műfüves pályát. Bemutatták nekem a terveket, és én szívesen vállaltam, hogy segítem őket, mert ez a volt TS telep már akkor sem volt a falu legszebb pontja, amikor még a TS létezett, utána magánkézbe került, teljesen elhanyagolták, és 2016-ban a testület még akkor támogatta a sportkört, és megvette ezt a
telepet, hogy, hogy ott létrehozzák ezt a műfüves pályát. Közben megváltoztak a elkötelezettségek, valami oknál fogva, biztos személyes okok vannak közte, vagy emögött, de én mégis úgy látom, hogy azt a területet valahogy rendbe kellene hozni, mert 30 éve, vagy 40 éve is ott égtelenkedik a város közepén. Manapság már én patkányokat is látok szaladgálni az úton, többen már találkoztam is, tehát egy patkányfészeket az a terület. Itt nekünk ennek a területnek a rendbetétele egy fillérünkbe nem kerül, azon kívül, hogy megvettük a területet. A sportkör vállalja, hogy a TAO pénzből mindent meg fog csinálni. Na most ugye már a testületi ülésen felmerültek, hogy ilyenek, hogy csak feldobjuk, hogy nincsenek mérnöki vagy szakemberi tervek. Hát én szeretnék mutatni látványterveket, hogy azt meg tudják mutatni, hogy hogy néz neki a jelenleg elég romos állapotban levő épület, hogy rendbe lenne hozva. Meg ez a másik. És hát tulajdonképpen ezért vállaltam, hogy őket támogatom ebben a kérdésükben. Tudom, hogy 17. augusztus 11-én egy rendkívüli ülésen másképp döntött a testület, de az a testület is hiányos volt, és a december 14-i testületünk is hiányosan ült össze, bár szavazóképes volt. Én akkor nem is nagyon erőltettem, hogy vegyük napi rendre. Most teljes testület van, hát akkor most döntsünk róla. Viszont gondoljuk meg jól, mert hogyha ezt most elvetjük, annak a területnek, tehát a volt TS-telepnek a rendezése, én ahogy látom a költségvetésünket, több tíz évre rendezetlen fog maradni. Most nem kerül egy fillérünkbe se, viszonylag a képeket esetleg körbe is adom, hogy közelebbről megnézhetik. Ez egy rendezett területté válnak. Én kérem, hogy támogassák a javaslatomat, fontoljuk meg, hogy a korábbi döntésünket felülbírálva, hiszen nem egy kőbevésett dolog az, és engedjük, hogy a sportkör ezt az épületet, meg a pályát létrehozza. Ott a volt TS-telep területén. Köszönjük szépen. Csupán annyit szeretnék elsőként kérdezni, hogy a előterjesztésben 5 korosztályos csapatot említ, és 6-ot sorol föl. Más forrásból pedig 9 korosztályos csapatról van szó. A előterjesztésében közel 200 sportolót említ, ám lehet 100-ról, 80-ról, mindenféle számokat lehet hallani, hogy hány alsó-zsolcai gyerek érintett, hiszen nem régen ezelőtt még a Miskolci Kézilabda Egyesületet épp azért távolítottuk el a sportcsarnokból, mert hogy nem alsó-zsolcai gyerekeknek biztosít játék lehetőséget. Hogyha ugyanabba a cipőbe akarunk belelépni, akkor véleményem szerint nem jó irányba megyünk. Tehát az volna a kérdésem, hogy az előterjesztésben 2 szakosztály szerepel, a asztali teniszezők miért nem kerültek bevonásra, illetve hány szakosztály, meg hány gyerekkel működik ez az egyesület. Tulajdonképpen külön kell választanunk, mert van egyrészt a KSC, ami a saját tagsága, és vannak a gyerekek, akikkel szerződéssel, a szülőkkel hatóvolt. Valószínű tisztában van már a polgármester úr, hogy én nem vagyok vezetőségi tag a sportkörben. Engem megkértek, mint testületi tagot, hogy terjesszem elő. Ezért majd most megkérem a sportkör vezetőjét, Mikem Martint, hogy válaszoljon a kérdésekre. Én csak azért bátorkodom feltenni. Most majd ő válaszol, mert én nem vagyok ebben járatos. Világosan. Ő megkért engem. Nem szoktam elmenni még a nem tudom milyen vezetőségi ülésekre sem, de mivel olyan helyen akarnak építkezni,
ebből a TAO pénzből, ahol, ami 40 éve rendezetlen. És valamit kellene vele csinálni, soha senkinek nem volt még épkézláb ötlete. Egyszer volt egy idősek otthonának a tervezete, de mivel az állam nem fizette ki helyettük az építkezési összeget, ezért elállta tőle. Magyarul voltak emberek, akik úgy gondolták, hogy majd az állam megcsinálja helyettük, ők meg majd bekaszírozzák a hasznot. Ez nem jött nekik össze, ezért hanyagolták az egész területet. Most, mivel a mi tulajdonunk, ezért mi tudunk ott tenni valamit, tehát, hogy rendbe tudjuk tenni. És akkor most a Martin, hogyha elmondanád a választatot. Köszönöm szépen, bár szerintem, hogyha a képviselő úr az élére áll ennek a kérdésnek, akkor gondolom, hogy tisztában van, hiszen ezek alapvető dolgok, hogy hány alsó Zsolcai gyerek... Nem szükséges nekem beleásni magam ezekbe a dolgokba, pláne úgy, hogy nem is nagyon vagyok járatos benne, sose csináltam ilyeneket. Miért járossam? Attól függetlenül, hogy képviselő vagyok, még támogathatom. De ilyen alapon itt mindenkire mondhatjuk, hogy ássa már bele magát, hogy dönt akkor, hogyha nem tudja. Nem? Más a döntés, meg más a... Nem más a döntés, mert dönteni azt úgy kell, hogy én megfelelő információ. Köszönöm szépen. Képviselő asszony. Köszönöm szépen. Nekem csak annyi a bajom ezzel az előterjesztéssel, hogy mit kiderül, ez nem is a képviselő úr előterjesztése, de ő írta alá, tehát azt kell mondanunk, hogy az ő előterjesztése is vállalni kell érte a dolgot, mert hát engem is ért többször kritika ez ügyben. Visszatérnék én a kezdetekre. Ugye mindnyájan tudjuk, hogy a rendszerváltás után ebben a tanácsúti ingatlanban műanyagfeldolgozó működött, tehát nagyon, nagyon kaotikus állapotok voltak, és sok mindent elkövettünk azért, hogy valamilyen módon ennek véget vessünk. Talán a településnek kicsit szerencséje is volt az a sajnálatos tény, hogy becsődölt a tulajdonos, és így megüresedett ez az ingatlan. És akkor, ha aki régi képviselő már tudhatja, hogy többször felvetődött az, hogy vásároljuk meg ezt az ingatlant. Mindig elvetette a testület, nekem talán 2014-13 táján volt egy utolsó próbálkozásom, amikor a képviselőtestület tagjait elhívtam, nézzük meg, amikor tudomásunkra jutott, hogy ismét eladó az ingatlan. Én konkrétan azt javasoltam, hogy vásároljuk meg, és talán a városüzemeltetésünk méltó helyet kapna ezen a területen, azoknak a helyiségeknek az átalakításával, felújításával, talán még valamiféle olyan munkát is lehetne találni, ami foglalkoztatna, esetleg valami munkahelyteremtés lehetne belőle. Ezt mindenki elvetette, nem egyedül, mert úgy mondom kisebbségben maradtam ezzel az ötletemmel, és hát akkor jött ez a 2016-os dolog, amikor ismét előkerült a megvásárlásnak a ötlete, ekkor már bekerült az, hogy a KSC számára ugye egy részét hasznosítani. Én akkor úgy voltam vele, hogy igen, végre megvásároljuk ezt az ingatlant, és bevallom, nem is gondoltam bele abba, hogy mit indítunk el azzal, hogy jóváhagyólag kimondjuk azt, hogy a KSC-nek odaadjuk ezt az ingatlan egy részét hasznosítására. A döntés után elindult egy folyamat, amiből mi képviselőtestületi tagok teljes mértékben kimaradtunk, holott én azt gondolom, hogy ha egy önkormányzati tulajdonról döntünk, egy önkormányzat a település vagyonát érintő dologról van szó, akkor igenis a képviselőtestületet, de legfőképpen a polgármestert illik bevonni a munkába. Sőt, én azt gondolom, hogy ha a KSC-nek olyan szándéka volt, akkor neki kellett volna jönni, hogy itt tartunk, ez a folyamat, szeretnénk, mi a vélemény róla. Mindez elmaradt, és semmiféle személyeskedés nem vezérelt bennünket, én azt gondolom, akik ezzel ellen döntöttünk, csupán az, hogy hoztunk egy úgy gondoljuk rossz döntést, és még mindig itt volt a lehetőség arra, hogy ezt felülbíráljuk és másképp döntjük. Engem legfőképpen az motivált ebben, hogy több emberrel beszéltem, főképpen az ott lakókkal és a környéken élőkkel, és azt hiszem, hogy ezt az Alsó-Zsolcai újságban én le is írtam egy cikkben, hogy egy hangú volt a vélemény, hogy nem szeretnének oda egy újabb sportlétesítményt.
Ami a döntésemmel, illetve a beadványomhoz a főlökést adta, átgondoltván a helyzetet úgy ítéltem meg, hogy amennyiben engedélyezzük ezt a műfüves pályát, tegyük akkor azt a jelenlegi sportpályán, hiszen a sportlétesítményünk ott van. Alsó-Zsolca nem olyan nagy település, hogy nekünk egy újabb, különálló ingatlant kellene létrehozni sportcélokba, akkor, amikor a meglévő sportpályán bőven van lehetőség. És hát majd később visszatérek erre, ha szót kapok újra, hogy miért is nem látom én azt biztosítva, hogy ez így rendjén van. Tehát a lényeg az, hogy akkor a beadványt én adtam be, és semmiféle személyi konfliktus nem vezérelt abban, hanem csupán az, hogy felülbíráltam, rossz volt a döntés, és én azt mondtam, hogy kérjük ki a lakosság véleményét, ezt többen is mondtuk. Most itt tartunk, természetesen én sem szeretem az ilyenfajta beadványokat, hiszen úgy látom, hogy az, amikor valamit háromszor beadunk, ugyanúgy változatlan formában, vagy esetleg két pontot kihagyunk belőle, az semmi más, mint erőszakoskodás, hogy megpróbálják lenyomni a torkunkon, hogy de addig fogok nyomulni, amíg ezt el nem fogadjátok, és semmiféle más indokot, semmiféle más időközben felmerült lehetőséget meg nem hallgatunk, hanem most döntsön a testület. Én azt gondolom, hogy igen, döntsön a testület, de vegyük figyelembe maximálisan a lakosság véleményét, vegyük figyelembe azt, hogy nem biztos, hogy egy új sportlétesítményt kell létrehoznunk, hanem a meglévő fejlesztésével ugyanazt a célokat el tudjuk érni. Senki nem mondja azt, hogy nem akarjuk, hogy rendbe tegyük azt a tanácsúti ingatlant, hiszen ez a fő célunk, de erre számos más lehetőség adódhat. Ötletek vannak, kezdve a piactér vásárcsarnoktól az uszodáig, sok minden felvetődött, tehát én azt gondolom, hogy nem szabad a település legközpontibb helyén lévő ingatlanunkat egy újabb sportlétesítményre feláldozni. Én ezért döntöttem úgy, hogy tehát a visszavonás mellett. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Én már elég régen képviselő vagyok, és emlékszem arra, hogy amikor legelőször meg akartuk vásárolni, vagy felmerült a vásárlás, akkor vagy 40 millió forintot kértek ezért az területért, és ezért, bölcsön elhallgattam Margó, most meg megvettük 16 millióért. 17. Tehát, vagy 17. Tehát óriási a különbség. Ez az egyik. A másik, én is beszéltem legalább annyi emberrel, mint te, biztos vagyok benne, akik meg pont az ellenkezőjét mondták, hogy nem akarnak már patkányfészek közelébe élni, mert szaladgálnak a patkányok. A harmadrész meg, amiket te itt felsoroltál, hogy mi mindenre lehetne hasznosítani ezt a területet, persze uszodára. Nincs is vízünk. Honnan veszünk vizet? Több száz millióba kerül, hogy meleg vízhez jussunk. Akkor piactér. Kinek? Ki akar itt eladni valamit is? Hát nincsen termelő az egész községben, nem termelnek még a saját kertjükbe se az emberek, nemhogy piacra. A harmadik pedig ezt a területet most ajándék pénzből számunkra ingyen meg tudjuk oldani, hogy egy kultúrább környezete legyen. De ha a testület nem akarja, akkor nem akarja. Én nem fogok megsértődni értem, mert nem ott lakom. Én csak szeretném, hogy valahogy szebben nézzem már ki a környék. Egyébként minden nap ott megyek el előtte, és látom azt a omladozó falakat, hát épületes látvány. Úgyhogy én még mindig azt mondom, hogy ezt a látványtervet, ha megnézi az ember, még mindig inkább mellette döntenék, mint ellene. Ha van jobb ötlet, ami nem kerül pénzbe, akkor kérem, tessék idehozni. De ez nekünk nem kerül most pénzbe. És mégiscsak szebb lesz a környezetünk. Köszönöm szépen. Felik. Én elnézést kérek, én is szeretnék majd feltenni egy kérdést. Engem az zavar, hogy én nem kaptam, vagy nem kaptunk tájékoztatást arról, hogy milyen feltöltőanyagot fognak használni a műfüves pálya feltöltésére, mert ez engem nagyon érdekelne, és hát erről mi nem kaptunk tájékoztatást már a kivitelezésről, a tervekről, hogy ez tulajdonképpen... Az egész műszaki leírást oda tudjuk neked adni, és nem kell nekem az egész műszaki leírás, csak a pályát szeretném, hogyha tudna rá válaszolni.
Nem kell a műszaki leírás. Amit kérdez az arra. Ez nem a műszaki leírás, a pályának a töltete, hogy mi az. Ez nem műszaki leírás. Köszönöm szépen. Csak egy témát még. Mindenről beszélünk, tehát csak a foci, csak és kizárólag a foci, és másra nem gondolunk. Lehet, hogy van 200 ember, aki tényleg focizik, ott van. Lehet, hogy van néhány szurkoló is, mert nyilvánvalóan van. De Alsó-Zsolcán közel 6000 ember él. Mi van azzal az 5600-zal? Tehát miért kell egy alsó-zsolcai települést feláldozni, településen mindent feláldozni a focinak? Senki nem mondja, hogy ne legyen foci, de ne ott. Azt a helyet hagyjuk meg. És doktor úr hiába próbálja beállítani, hogy mi, én személy szerint ellene vagyok a dolgoknak. Senki nem akarja azt, hogy ne tegyük rendbe azt a területet. Ezt szerintem ezt említeni sem kellene, hiszen ez mindegyik képviselőtársam, akik 9-en itt vagyunk, mindenki azt szeretné, hogy az a terület rendezett legyen, tiszta legyen, de próbáljuk meg olyan irányba terelni a területnek a rendbetételét, ami nem csak egy dologban tud gondolkodni, hogy sport, mert most a TAO, a labdarúgó szövetségnek adott 40 millió forintot, én ennyiről tudok, lehet, hogy nem ennyi, rossz az információm, de ez egy tavalyi döntés, egy decemberi döntés, és majd a labdarúgó szövetség, ugye mivel az alsó-zsolcai sport KSZ kívánja ezt megvalósítani, ezt a beruházást, majd a labdarúgó szövetség ezt az összeget odaadja neki, de én azt gondolom, hogy ha most azt mondaná nekünk valaki, hogy ide egy atomerőművet építhetünk ingyen, akkor most azonnal kapnánk rajta? Hát át kell gondolni, meg kell nézni, hogy mit szeretne a település, és én kíváncsi lennék a lakosság véleményére, ahogy mondtam, kértem, hogy kérjük ki a lakosság véleményét, megkapta mindenki a kérdőíveket, szeretnék erről hallani. Köszönöm szépen, Szabó képviselő. Nem tudom, hogy a múlt időszakban kedves képviselőtársam, ami polgármester volt, akkor mit tett azért az 5600 emberért, de sok mindent nem hallottam. Én azt tudom, hogy 2014-ben letettünk valamit az asztalra. Ezt az Alsó-Zsolcai Közösségi Sportklubot a Szilágyi László konyhájába terveztük, meg ott is jött létre. Ezt nem mindenki tudja. Azóta sajnos kialakultak ezek a személyi ellentétek, és emiatt sajnos a személyi ellentétek miatt küzd foggalkörömmel az alsó-zsolcai gyerekeknek a sportolása ellen. Nem értem, hogy miért. De kérem a képviselőtestületet, hogy egyszer és mindenkorra tegyünk pontot a végére is, és szavazzuk meg ezt a sportlétesítményt, mivel amikor megterveztük ezt, és amikor te is kint voltál velünk, és megbeszéltük, hogy hol lenne az öltöző, hogy legyen a pálya, és a tetején van egy 300-400 méteres légtér, amit megbeszéltük, hogy kifejezetten következő alkalommal, ami már kész lenne, hogyha nem akadékoskodik itt mindenki, akkor már kész lenne, elkészült volna a pálya, elkészült volna az öltöző, és annak a tetejére újabb TAO forrásokból be lehetett volna bármit. Magyarán szóval faladó pályától kezdve pingpongig mindent lehetett, közösségi teret lehetett volna, bármit, hogyha kell tekint, mert hatalmas a léptér. Meg lehetett volna, és szintén ingyen az önkormányzat. Szóval magyarán szólva 3 éve, 2 éve küzdködünk ebben az egész dologgal, és sajnos nem lépünk előre, holok már rég meg lehetne ezt, hogyha elejétől kezdve hagytuk volna dolgozni. De hát ez sajnos eddig nem így volt, hogy ezért kérem a képviselőtestületet, hogy támogassa Majoros doktornak a előterjesztését. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én azt szeretném javasolni, hogy a KST vezetőjét hallgassuk már meg a kérdésekkel kapcsolatosan, és akkor utána, ha felmerülnek még kérdések, akkor tudna rá válaszolni. Köszönöm. Kérdezem, aki egyetért az, hogy KST vezetőjét meghallgassuk, kész felemelésre jelezze. Mindig meghallgattuk. Ha szeretne. Ja jó, csak van kérdés, és nem tudott rá válaszolni. Persze. Gyere ide. Gyere nyugodtan ide. Mert itt látnak. Tisztelt polgármester úr, jegyzőasszony, alpolgármester úr, képviselők. Köszönöm szépen ezt a tiszteltetést, hogy szót kaphattam, és külön köszönöm a képviselőasszonynak, hogy talán kicsit megsajnálva úgy gondolta, hogy én is megszólalhatok. Az a baj, nagyon sok kérdés elhangzott, de igyekszek válaszolni. Én azt gondolom, hogy
egyeztetünk egyik más képviselőkkel, hogy ez a vita az a baj, hogy kicsit idétén meddőnek érzem, úgy az irányvonalak, a törésvonalak azok már kialakultak testületben, de természetesen egy demokráciában talán ez a megfelelő mód, hogy szót kap annak a szervezetnek a képviselője, aki érintett ebben a projektben. Egy-két pontosítást még hagyd mondjak. Ugye november 13-án mondta polgármester úr a bevezető szövegében, hogy benyújtottunk egy előterjesztést, ez valóban így is volt, és akkor ugye nem kaptuk meg azt a lehetőséget, hogy tárgyaljuk ezt, nem került a társadalmi napirendi pontok közé. Azért kértük meg képviselő urat, Majoros Géza doktor urat, hogy ő terjessze be, mivel egy képviselő indítvány, azért valljuk be, hogy erősebb, mint egy egyszerű állampolgárnak, alsóalcai lakosnak az indítványa, még hogyha egy szervezetnek a jogosult képviselője is. A képviselőasszonynak is hagyj reagálják arra, hogy ő azt mondja, hogy erőszakoskodunk. Én ezt egyáltalán nem így élem meg, hanem november 13-a óta eltelt valóban 1-2-3 hónap már lassan, és most kaptuk meg a lehetőséget egyáltalán, hogy tárgyaljuk. Ne felejtsük el, hogy volt már azóta egy vagy két rendesülés, nem tárgyaltuk, és voltak, amikor meg 4 képviselő benyújtotta az indítványt, és sajnos figyelmen kívül hagytuk, de köszönjük, hogy most viszont tárgyaljuk. December 1-én, amikor meg mondja, hogy a kárszi kérelmét tárgyaltuk, mi nem ezt a kérelmet nyújtottuk. Érjünk be a tárgyra, én azt mi nem ezt a tárgyról beszélek. Nem azt nyújtottuk be azt a kérelmet, hogy a nagypályának és a sportcsarnok közé helyezzük be ezt a kisméretű műfüves pályát. Hozzáteszem, nem fér el ott. Utána kellene járni, mi megnéztük a tervezővel, és sajnos nem fér el ott a 22x42 méteres műfüves pálya. Másrészt az az érv még, amellett, hogy 890x4-es TSZ-telepen valósuljon meg ez a beruházás, mert igenis nem egészen igaz az az érv, hogy mi megkerültük az önkormányzatot. Meg lehet nézni a jegyzőkönyveket itt a szakmai igazgatónkkal, megnéztük még a délelőtt folyamán, és maga a polgármester úr az, aki javasolja, hogy azért vásároljuk meg ezt a területet, hogy ott sportcélú ingatlant vásároljunk be, akkor is már az MLS-nek a tóutamogatására hivatkozva. Ahogyan itt mondják a többiek, ez valóban, én úgy érzem, valóban a személyi jelentétek miatt változott meg ez a vélemény. Nagyon sajnálom, és én bízom benne, hogy most is még akár az utolsó pillanatban valaki meggondolja, mert én azt gondolom, ez egy jó dolog, alsóvacának az érdeke, és hát legfőképpen nem hallgatjuk el, szerintem ez nem is baj, legfőképpen az egyesületünknek az érdeke nyilvánvalóan, de én úgy gondolom, hogy a városnak is az érdeke is. Nagyon fontos, ami elhangzott érként, hogy ez a nem kerül az önkormányzatnak pénzébe, amit még fontos megemlíteni, hogy ez a TSZ-telepnek az ingatlannak csak egy részét venni igénybe, hogyha megnézzük a helyszíni rajzokat, nagyjából az ingatlannak az 1/3-át fedi le. Én oda is adom, hogy a képviselőasszonynak megkérte, hogy milyen töltőanyag lesz. Jó, lehet azt nézni. Egyébként az nem teljesen igaz, hogy nem tártuk a képviselőtestület elé a terveket, hiszen 2017. januárjában, amikor volt a testületi ülés, akkor minden anyagot eltöltünk. Én magam több képviselővel személyesen egyeztettem, és bemutattuk ezeket a terveket, úgyhogy ezt talán ismert a képviselőtestület számára, akkor egyhangulóan ugye elfogadták. Most akkor külön a kérdésekre megpróbálok kitérni. Az, hogy hány sportoló van, meg hány szakosztályunk van. Van egy U7-es csapatunk, a fociról beszélek, U9-es, U11-es, U13-as, U14-es, U19-es, plusz a felnőtt. Tehát 6 utánpótlás és egy felnőtt csapatunk van. Most hagyd mondjam el az eredményeket, ezt is meg elmondhatnám, a felnőtt csapatunk az élen áll, az ifja sajnos nem, inkább a hátul legyen, de majd reméljük, hogy ez fog változni. Az U13-as csapatunk az kiemelt regionális bajnokságban szerepel, tehát vannak eredményeink. Hogy hány sportolónk van? Hát ugye ez mindig változik, hogy ki az, aki aktívan részt vesz az edzéseken, de ez több mint 100 főt jelent a felnőtt csapattal együtt, ez a 120-nál is több. A kézilabdát, hogyha belevesszük, vannak óvodás játékosaink már, ez most indult a közelmúltban,
nagyjából 10 és 15 fő között van azok az oldás, kézilabdás soknak a száma. Köszönjük szépen a vezetőasszonynak, hogy helyet adott nekünk, meg időt arra, hogy Orosz Dalma segítségével tudjuk ez velünk foglalkozni. És ezen kívül van két junior csapatunk, a kézilabdába, nőibe is, férfibe is. Férfi az sajnos nagyon-nagyon nehezen működik, kevés a gyerek, de ott van nagyjából 7-8, a lányoknál meg van egy 15 és 20 fő között. A fociban majd remélem a szakmai igazgató úr Borbé István helyreigazít, de többi 80%, 90%-hoz közelít az alsólocai gyerekeknek a száma. A kézilabdával pedig 60-70% közé tenném a, hát sőt, hogyha az óvodásokat beleszámítjuk, akkor ott is én azt gondolom, hogy 70%-ot is elérjük, akik alsó zsolceiak. A töltőanyaggal kapcsolatban... Igen, azt azért egy kicsit tovább kellene átolvasnom, hogy megtaláljam benne a töltőanyagot, vagy pedig, hogy hanyadik generációs műfüves pálya lesz ez, arra vonatkozólag. Tehát, de én tudom, hogy mit kérdezek. Alaposan utána néztem, két hétig alaposan utána néztem, tudom, hogy mit, és fel is tudom mondani neked, hogy milyen lehetőségek vannak egy műfűves pályához, és milyen szinteken keresztül lehet eljutni a csúcs technológiáig, amit nem tudunk megfizetni. Javaslom, tartsuk be a szabályt, hogyha... Ha mondani valót van, jelzed, és alkalomattán megkapod a szót. Én azt hiszem, hogy nem képviselő úr szólt közben egyébként. A töltőanyagra vonatkozóan a gumigranulátum lesz a töltőanyag, és a kivitelező pedig majd minden részletet természetesen a képviselőtestületnek a részére tud bocsájtani. Én még egyszer azt mondom, én szerintem ezt sem nézték át, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy ha ehhez én nekem lehetőségem lett volna, elnézést kérés, akkor átnéztem volna. Elnézést, hogy közbeszóltam. Önt meghallgatjuk, ő pedig képviselő. Kérem, tisztelje meg azzal, úgy nyilatkozik a testületről. Köszönöm. És képviselő úr, egyébként szerintem ő is képviselő. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megszólalhattam. Én azt gondolom, hogy ez a projekt, ez biztos, hogy a javára szolgál a városnak. Nem kerül pénzébe az önkormányzatnak. Rendbe tennénk egy rehabilitációra szorú területet. Alsólocai lakosok, gyerekek, szülők játszhatnának rajta. Én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog lenne, és én remélem, hogy a testület támogatni fogja ezt az indítványt. Köszönöm szépen. A előterjesztésben is szerepel, ha jól emlékszem, Szabó képviselő úr is utalt rá, ön is személyi ellentét. Ez mit jelent? Ki között? Hát én válaszoljak? Persze. Jó. Én úgy érzem, hogy a képviselő testületben, ugye amennyire én tudom, 2014-ben volt egy választás, és akkor a 9 főből az összefogás Alsó-Zsolt-Szeger színekben bejutott 4 képviselő, ugye köztük a polgármester. Sajnos én úgy tudom, hogy közöttük megromlott a viszony, én erre a személy jelentétre gondolok. Köszönöm szépen. Képviselő. Szerintem meddő vita az egész, én egy érvet és az én saját érvemet szeretném elmondani. Tehát most a kormány a focit támogatja, erre adnak pénzt. Én szerintem... Nem csak a foci. Pillanat, én képviselő. Tehát most... Akkor lehetnek az ölt, vagy a lép... Fel kell állni, el lehet mondani a véleményt. Ha kapnak szót, gondolom. Tehát most a focira adnak pénzt. Én szerintem ezt kell kihasználni, mivel ezt a területet rendbe rakják, egy forintunkban nem kerül. Nagyon jó ötletek a kalandpark, minden. Én azt is támogatom, csak az nekünk fog pénzbe kerülni. Ugyanúgy fent kell ezt tartani az önkormányzatnak a különálló ingatlantól, képviselőtársam elmondta, mint ahogy ezt, de ezt a KSC vállalja most. És ezzel se kell nekünk foglalkozni, semmivel. Ide hozzá, kész lesz. Ha jön egy következő kormány majd is, mondjuk templomépítést támogat, akkor templomot kell lesz építeni. Vagy ha a vízisportokat fogja támogatni, akkor mi lehet, hogy a vízisimpán is egyszer elkészül. De most a focit támogatja. Ezt kell megfogni, adják, itt van. Tehát nem tudom, hogy miért mondunk nemet rá. Fogalmam, nem is értem az egészet.
és csak harcolunk, itt vitatkozunk egymással, készen vannak a látványtervek. Egy döntést kell, hogy lehet csinálni, és elkészülni, és az a szemétdom, mert nem tudom, hogy ti mennyire voltatok ott benne, az egy szemétdom. És ezt nekünk most nem berakják, nem nekünk kell vele foglalkozni. Ez miért rossz? Ezt én nem is értem. Köszönöm szépen. Köszönöm rá, hát kérem szépen, a dolog azért kiakasztó, mert egy éve megy, és 94 tagjú képviselő, és rengeteg előterjesztésre vettem részt, és ilyen bonyolult dolog még nem volt, mint ez. És azt szeretném elmondani, hogy nekem az egész dologgal nincs baj, műszaki ismeretét első pillanatban jónak tartom és megvalósíthatónak. A problémánál már ottkor kezdődött, mikor én a ügyel kapcsolatban, mint már egyszer megbeszéltünk, hogy próbáltam kérdéseket feltenni végül is testületülésén, egyszer kiderült, hogy elég, hogyha három ember megbeszéli. Én nekem csak ebből következtettem, hogy dönteni kell. Mivel ezek a dolgok a múlt esztendőben úgy alakultak, hogy alakultak, nagyon nem tartozom senkihez sem, én a magunk útját jártam, azt fogom most is. Bátorkodtam a jog felhatalmazásával megpróbálni azt, hogy a meglevő pályát még egyszer átnézzük, területét, stb. És akkor ahhoz szakértőkkel, úgy ahogy beszéltünk róla, felmérve bizonyos dolgokat átalakítani, hogy ott miért nem lehet megcsinálni. Mert az, hogy bemondjuk itt, hogy a hármas iskolóban nem lehetett, azóta ott is már hármas iskola lassan nem működik, futballpályán elmérkős környékét nem lehet megcsinálni, hogy miért nem lehet azt. Megint nem értem, mert az, hogy bemondás, hogy megnézettük, ez nagyon-nagyon kevés, mert a méreteket nagyjából azért én is ismerem, mert 5 évig voltam hitelesítő a pályánál, addig voltam elnök. Mióta megnéztem egy párszor már azt, hogy például otthon kiépített parkírozó, hogy a sportrendezvények mikor vannak, a parkírozóban nem áll senki, mindenki az utcán áll. Végül is akkor ezek szerint arra parkírozásra nincs szükség, lehet területet bővíteni ebben a tekintetben. Most, ha az információk ilyen szinten állnak rendelkezésre, én megmondtam, meg elmondtam neked, hogy általában egyszer hagyom holomát verni mindenkinek. De ha valaki egyszer egy olyan húzást csinál, hogy a szava utána nem sok mindent ér, mert egyszer átvert, utána már nagyon nehezen fogok benne engedni. Ebbe is fogok, és meg is szavazom, mert első pillanattól ez a gondolkodás nélkül megszavaztam. Ma is fenntartom, és támogatom. De az, hogy nincs az a lehetőségem, hogy szakértők által, vagy én már a pályán voltam kint, még egyszer átnézettem, hogy pontos méréseket végezzünk, és ott csináljunk egy olyan sportkomplexumot, a mostani régi öltöző helyére az épület bőven beférne. Ugyanis egyet nem szabad elfelejteni. Alsó Zsolcán a 2. számú óvodában azért nem nyertük meg az utolsó pályázatot, mert az értékelésben benne volt, hogy Alsó Zsolca lakossága csökkenne. Innentől kezdve ez így megy. A 3-as iskola már ott van. Alsó Zsolca épületei olyan szinten szét vannak szórva, hogy annak a fenntartása, üzemeltetése rendkívül komoly feladat. Ha egyszer megvan a sportterület, azon ki kell alakítani, amit ki kell. A másik, amiről egy dologról nem hallottunk, hogy a lakosság közvetlenül, aki ott van, bármit csinálunk bárhol, egyetlen dolog az, hogy őket kérdezzük meg. Erről még nem hallottunk, hogy mit szólnak, mert egy életen keresztül tűnték a sportnak a dolgait. Sokszor nem kaptuk vissza a labdát, mert hát meg is értem, hogy frissen ültetett kertbe, ha 5-6-szor bemegy. A eddigi munkák úgy, ahogy van, minden tekintetben ismerem. Csak egyet vegyünk már tudomásul, hogy a munkánkat teljes egészében törvény szerint végezzük. A tiszteletet mindenkor mindenkinek én miért megadtam, és ha nem kapom meg, nagyon nagy fájdalmat nem okoz, de azt ne tessék tőle elvárni, hogy ezek után én olyan dologgal úgy álljak hozzá, hogy az én kérdésemre nem kapom meg a választ, és akkor úgy szavazzak, hogy elvárják tőle. Visszatérve Zsíros Sándornak az ügyére, de elhangzott azt, hogy semmit nem tett rá a hasztára. Kérem szépen, egyszer és mindenkorra tessék tudomásul venni, hogy a valósághoz ez egy kampányduma.
egy sikerkampányt van. Egyet tudni kell, hogy az a képviselő testület, amikor Zsíros Sándor polgármester volt, olyan minisztériummal rendelkezett, akik az adósságot termelték. Az adósságba kényszerítették bele az önkormányzatot, mert különben nem tudták fizetni se bért, semmit. Itt kampányoltak a bankok, hogy kitől vegyük fel a pénzt ilyen arányokkal, meg olyan ajánlatokkal. Nem tértünk a tájtól? De eltértünk a tájtól. De azt, amit mondtál, az sértő. Azokra az emberekre, akik képviselők voltak akkor, meg az egész dologra. Valójában meg kell nézni, és nem kampányszöveget kell mondani. Alsó Zsolca sose volt abban a helyzetben, hogy csőd környékére vagy fizetésképtelenné vált volna. Ebből tessék kiindulni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Képviselő úr jelentkezett még az imént. Igen, szeretném igazat adni az uraknak, hogy igen, nem csak a fotball támogatja az államot egyértelmű. Most jelen pillanatban, nem most, két évvel ezelőtt már lehet a lehetőségünk, hogy megépítsük ezt a pályát. És mivel az MLS megmondta a körületek a nagypályás bűvkős pályának megépítését. Miért mondani? Nem volt benne a lakotokon rajta, MLS nagypályás. Pályának, javaslom, hogy a képviselő testület felé tárgyaljunk, mert testületülés van, nem a... Annyit szeretnék hozzáfűzni ehhez, hogyha már el tudtuk volna építeni már ezt a pályát, sorra kerül egy pillanat. Akkor sorra tudnánk még pályázni az önkormányzat csak hozzájárulásával. Ehhez nekünk, és ehhez az egyesületnek területre van szüksége, és így lehetne bővíteni azokat a dolgokat, amivel még több embert lehetne bevonni. De mivel a leges-leges alkalommal is már megakad az egész dolog, így a bővítésre lehetősége nincs a szakosztálynak, mivel ezért kell, erre kell funkcionálni, csak ezzel kell foglalkoznia. Hogyha már ez adott lenne, akkor utána lehetne bővíteni, akkor lehetne megoldani azt, hogy esetleg legyen röplabdánk, esetleg legyen IA-s szakosztálynk, stb. És azzal reflektálni szintén, hogy Pista bácsi mondta, hogy lakosság csökken, így van. És ezért ennek a testületnek mindent meg kell tenni azért, hogy ne menjenek el innen az emberek. Hogy ne menjenek el az emberek, ne legyen az, hogy bevisszük Miskolcra a gyerekeinket, mivel annak idején, hogyha már én is eltérhetek a tártól, akkor az egyetlen református iskola, ami itt lett volna Alsó Zsolcán, nem valósulhatott meg. Mindenki beviszi a gyerekét Miskolcra. Innentől kezdve mindenki elorientálódik Alsó Zsolcáról. Nekünk meg kell tennünk azt, hogy ide visszajöjjenek, itt jól éljenek, és ez elsősorban én szerintem a sporttal lehet a legjobban megoldani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Amennyiben a testület hozzájárul, mi lehetőséget adunk a... Aki egyetért azzal, hogy a... Igen. Köszönöm szépen, kérem a jelenlévőket, hogy aki szólni akar, most jelezze. Köszönöm a bizalmat, és azt is, hogy a polgármester úr által megküldött levélre tudom nyilatkozni, és itt élőben elmondani a képviselőtestület tagjainak. Magamról csak annyit, hogy 1956-tól 74-ig futballoztam az Alsó-Zsolcai csapatban. Tehát 75-től 77-ig pedig a futballcsapat szakosztályvezetője voltam. Tehát valami azért csak ragadt rám. Nem beszélve arról, hogy akkor tisztségviselő csak olyan tisztségbeosztással megvolt a sportvezetői végzettsége valakinek. Nekem ez megvan. Magáról a tényről, amit jelenleg le is írtunk, nem szabad a 2-es, a 3-as és a 2-es óvoda előterét beépíteni. Mert most is már, ha igazságosak vagyunk, akkor a 2-es óvodában már 140 gyereket nem lehetne fogadni. Mert a beszabadó képessége csak 110. Tehát nem tud terjeszkedni. Az óvoda, az iskola semmilyen külső mozgásra nem ad lehetőséget. Neked a kérdésedre, volt Alsó Zsolcán úszoda bele túlva, mert nem tudtuk üzemeltetni. Na most visszatérve a műsöves pályára, ha megépítsük, fogjuk tud üzemeltetni? Mi bűn? Bevételünk. Tessék? Támogatásuk vagy bevételünk? Na jó. Maradjunk annyiba,
hogy se a 3-as iskola, tehát a 48-es emlékmű, se a TS udvarnak a műfős pálya megépítésére a mi általunk megkérdezett emberek egy se ért vele egyet. Egy se ért vele egyet. Nem azért, hogy uszodát kell az TS-ek, hanem ne adj Isten, majd valakinek a gyerekének egy lakóhelye lesz ott, lakóházat fogod beépíteni. Vagy ha úgy állunk, akkor egy öregek otthonát, tényleg egy bentlakás az öreg otthonát fog arra építeni. Tehát nem pedig egy műfőzös pályát. Nem tudom, néztétek-e tegnap este a házon kívüli műsor. Ott volt egy szabadfagy, megépítettek egy műfőzös pályát villanyvilágítással. Este 9-kor, 10 órakor még úgy ordított a nép, mint az elme bajos. Tehát a környéken az élő gyerekek nem tudtak aludni. A tanítónéni hazaír a szülőnek, hogy korán le kell fektetni a gyereket. Hiába fektette a gyereket, mikor a műfőzös pályán ész nélkül ordítoztak, mint az elmebajozók, és trágár szavakat. Ezt akarjuk itt is. És akkor visszatérve még egy másik témába. Jártatok itt vagy nappal, vagy délelőtti időszakban a műfőzös pályán a sporttelepen? Kik vannak ott? Kik veszik igénybe? Mert én beszoktam hozzá az asszonyt az ABC-ben, megállok a kocsiból, és nézem, hogy az ABC-ből, tehát a másik boltból kik járnak, hogy itt. Hol vannak ez, miért nincsenek ezek gyerekek iskolában? Ott járnak előttünk, te nagyon jól tudod. Ott járnak előttünk, ott előttünk, mennek az egyes iskolába, mint az elmebajosok, verik a labdát a kerítéshez, meg a járdához, hogy az egész utca kutyája fel van bőszülve. A szülők felelőssége, az enyémet, én is járnak. Rá, de akkor most kik járnak ide focizni? A műfővesre? Vagy a műanyag pályára? Hát kik jár, kik? Azoknak oda is. Kik? Azoknak kell megépíteni? A gyerek. Egy pillanat, hogyha ilyen beszélgetésbe akarunk majd sorra kerülni, és követően, hogyha Bandi bácsi van még valami, akkor tessék. Úgyhogy én maximális azt mondom, hogy ha valamit meg akartok csinálni, legyen műfőzös pálya, de legyen a sportpálya. Azért, mert egy létesítmény nem elég megépíteni, hanem azt karba is kell tartani, üzemeltetni kell. Nem biztos, hogy lesz jövőre is taupénz. Miből? Marad az önkormányzata. Miért nem használja a sportkör az öltözőjét? Tehát kell újítani. Miért az önkormányzat tanárképező sportcsarnokot használja? Miért? Szeretném kérdezni, mennyibe került a műanyagpályának a felújítása, meg a kerítés megépítése? Mennyibe került? Kérem a képviselő urakat, hogy tartsák magukat a rendhez. Kérdezem. Mennyibe? Tudtok még egy környezetlévő sporttelepet, amelyik nyitott? Egyet mondjatok. Egyet, nem kell többet, csak egyet. Egy sporttelep az zártnak kell lenni. Mindenki számára nyitott kell lenni. Edzés lehetőségére, sportolás lehetőségére, mérkőzésre, vagy egyéb rendezvényekre. De egyébként be kell zárni. Most be van zárva a sportpálya? Válaszolhatok rá? Erről a kérdésre? Öntői kérdés, majd megkapod. Csak kérdés. Akkor majd utána megválaszolom, jó? Majd tessék. Befejezte Bandi bácsi, közben jegyezte, mire szeretnél választani. Az megy be oda, aki akar. Az megy be a csavargó embertől kezdve, a kóborkutyától, a macskától, meg minden. És ha ott végzi el a dolgát, akkor ott végzi. Ez így van. Itt van. Élő példa, a kamera bemutatta, hogy ide járnak piskolna a vizére, a kazahár elé, itt is, önkormányzatnál. Akkor oda nem menne. Várnám ott, hogy megnyílt a vizé, ott a étkezdés, a vendéglátegység. Még több lehetőségnek rá.
Na most nem beszélve arról, hogyha bejárnak ilyen emberek, meg az állatok, kóborállatok erre a sportpályára, akár a műanyag borítású pályára, akár a fűre, oda piskolnak, oda zengedik, az valaki nem sokszor kell takarítani. Ez így van. Ki fogja? Ez így van. Most is ki nyílja fügött a foci pályán? A sportkör? Igen. Igen? Igen. 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 De eddig nem erről. De, amióta a sportkör, azóta a sportkör nyíri. Maradjunk, megyünk, vagy azért én is ismerem a önkormányzatnak a gépeit. Mert azért 2002, tavaly márciusig én voltam a munkavédelmi vezetőnek. Tudom. Azért mondom, hogy én is ismerem, tisztában vagyok azért egy-két dolgokkal. Meg látom a dolgokat. Jó, köszönjük szépen. Tehát még egyszer mondom, ha meg akarjátok építeni a foci pályát. Köszönjük szépen, kérdezem, van-e még valakinek? Én azért szeretnék hozzászólni ehhez a dologhoz. Várj, ide légy szíves. Foglak helyet. Hát azt hiszem, én vagyok az, aki úgymond reggeltől estig ott van a sportpályán is látja, hogy mi történik ott. Az önkormányzattal közösen is kerestünk, próbáltunk lépéseket tenni ennek az ügynek az érdekében, hogy megóvjuk az állagát a sportteleknek, sőt én rendőrségi feljelentést is tettem már ez ügyben. Történtek ott sajnos dolgok, de egyszerűen nem tudjuk megakadályozni, mert fölhúzgálják a kerítést, bemásznak. Hiába van ott a úrnak válaszolnék, hogy van pályabondukunk, aki nyírja a füvet, és van saját fűnyírunk. Nyilván volt rászorultunk természetesen az önkormányzatnak a segítségére, hogy a pályát segítsen rendbe tenni, mert én úgy gondolom, hogy úgy működik normálisan egy sportolási lehetőség, hogyha normális körülmények vannak, tehát nem balesetveszélyes, és tegyük hozzá, hogy ezt a pályát, mikor átvettük, eléggé balesetveszélyes volt, és napról napra sokat teszünk a KSZ költségein, és saját kétkezi munkámmal is azért, hogy megóvjuk az állagát is működjön. Én úgy gondolom, hogy a füves részt próbáljuk úgymond csak a sportolóknak a használatára biztosítani, viszont nagyon nehéz meggátolni ezeket. Itt az iskolával is történtek egyeztetések, lépések, sajnos vannak olyan gyerekek, akik nem azért jönnek oda, mert abban én elmondtam, hogy semmi gondom nincs, aki ott focizik a rekordtempáján, nekünk nem árt. Buzognak, viszont vannak olyanok, akik kizárólag rongálás céljából lássuk garázstető, vagy ugye van rá példa, hogy az ablakot betörték a régi öltözőn, és sajnos ezekre a dolgokra nem tudunk mit kezdeni. Szó volt róla, hogy a kerítést, esetleg ezt a műanyag bilincset megerősíteni, mert mindig megtalálják a kiskaput ezek az emberek, hogy be tudjanak jönni. Ezen próbálunk tenni, hát mondhatni, hogy néha egyedül veszem fel a kesztyűt, nem egyszerű adakozni, de higgyel uram, hogy mindent megteszünk azért, hogy ez így sikerüljön. A műfüves pályához csak annyit szólnék hozzá, hogy nagyon jó hozzászólásokat kaptam én is, vagy mondtak a képviselők, viszont én is voltam azon az elven, hogy legyen a sporttelepen, de egyszerűen nem fél el, és a 9 korosztály azért jött szóba, hogy nyáron szeretnénk fejlődni, bővíteni, jönnek hozzánk gyerekek folyamatosan, és szeretnénk még plusz 2 korosztályt beindítani, esetleg 3-at is lesz rá lehetőségünk, és ahhoz, hogy az edzéseket normálisan tudjuk csinálni, nem jó, hogyha lecsökkentjük a pályánkat, mert így is 4-5 csapat egyszerre edz, egyszerűen nem, én tudom, hogy nem férünk el. Tehát nagyon nehéz dolog ez, és megértem mind a két félnek az érveit, de egyszerűen nincs jobb lehetőség most, hogy ezt nem szabad kihagyni, én úgy gondolom. Hát én ennyit szerettem volna elmondani nagyjából. Szakmailag meg azért fontos, elmondtam már, hogy legyen területünk, hol edzeni, legyenek jó körülmények, ahol a gyerekek tudjanak edzeni. A sportcsarnok túlterhelt, ezt tudjuk mindannyian. Hogyha olyan időszak van, akkor tudunk rajta még télen is edzeni. Tehát nem kell bemennünk a sportcsarnokba. A sportcsarnokhoz meg annyit, hogy
tudok erről, ezekről a dolgokról. Próbálunk az ellen is tenni, hogy normális legyen minden, tehát öltözőt használnak a gyerekek. Most már takarítjuk, a KSZ takarítja meg utána az öltözőt, tehát nem az önkormányzat. Az én szertáramat, irodámat a KSZ alkalmazottja takarítja, a pályát a KSZ alkalmazottja gondviseli. Úgyhogy próbálunk tényleg minden megtenni azért, hogy ne legyen konfliktus, és tényleg én is azt kérem, hogy ez egy jó ügy, egy jó érdek, és kérem, támogassuk ezt az ügyet. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérdezem, van még valaki, aki nem kívánszol. Szabó képviselő. Én csak mi a Bandi bácsának nem tudtam válaszolni, ezért szeretnék egy-két szót szólni erről a rekordtán pályáról. Ezt tudva levő, bár itt nem tudom miért hallgatnak mindannyian róla, hogy a rekordtán pályát az 2014-ben városrehabilitációs pályázaton nyerte el Alsó Zsolca, és ezért szintén nem került egy forintjába se a településnek. Az akkori vezetőség nem hagyott szakembereket abszolút beleszólni az, hogy ez a rekordtán pálya hova kerüljön, hogy legyen levédve, stb. Amit egy idő után meg is értettem, mert kikötése, ha jól tudom, de ezt meg képviselő biztosan elmondja, kikötése a pályázatnak, hogy nem lehet meggátolni az ott játszó embereket. Nekik be kell engedni őket. Ugye? Használatot nem lehet megkorlátozni. Ez benne van a pályázatban, így nyertük ingyen, így építették meg ingyen Alsó Zsolcának. Erről ez a jelenlegi képviselőtestület nem tehet. Az, hogy ott vannak, azt én szerintem az önkormányzatok valamilyen úton, módon a rendőrséggel kapcsolatosan lehetne korrigálni, de ez nem az Alsó Zsolcai közösségi sportnak a hibája. Szóval ez sajnos, ez a rekordtán pálya, ez ott van, ott marad. 5 évig, vagy nem tudom, meddig fent is kell tartani. Ez ellen utána majd gondolom lehet lesz tenni, nem tudom, a pályázatban, hogy volt pontosan, nem emlékszek rá, hogy hány évig kell fenntartanunk, és akkor onnantól kezdve megszűnnek ezek a kikötések, ha minden igaz. Igaz? Ha megkérdeztetem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tehát legelőször erre válaszolok, akkor igen, tehát nem az van benne, hogy nem lehet korlátozni, nyilván lehet korlátozni, mert ha egy létesítménynek van egy nyitva tartás ideje, akkor lehet használni. Ha zárva van a létesítmény, akkor azt nem lehet használni, de valóban így van, hogy ingyenes használatot kell biztosítanunk a település lakóinak, és egyébként pedig visszatérve az egész műfüves pálya ügyére, még itt a műfüves pályának az egészségi, meg egyéb dolgairól nem beszéltünk, de azt hiszem, hogy ezt én meghagyom képviselőtársamnak. Megint csak arra térek vissza, mindenről beszélünk, csak arról nem, hogy a lakosság mit szeretne, a lakosság mit akar. Beszélünk erről a néhány, most a lakosság összlétszámához viszonyítva néhány fiatalhoz, aki focizni akar, műfüves pályát akar, de arról nem beszélünk, hogy a lakosság többi része mit szeretne, mi az elvárása, minek örülne leginkább. Ismét elmondom, nem szabad alávetni magunkat annak, hogy csak a műfüves pályával és a focival foglalkozunk. Itt már említést tett róla Farkas András, hogy igen, fenntartási költségek. Mindenki tudja, hogy ezek a támogatások ma vannak, holnap után átalakul az adórendszer, a társasági adót megváltoztatják az adónak a kihelyezését, és lehet, hogy nem lesz a TAO támogatás, amiből fenntartani lehessen ezt a létesítményt, és ahogyan itt elhangzott, magának a sportcsarnoknak a fenntartása bizony közel 10 millió forint. Nem hiszem, hogy sokkal kevesebb, sőt, megkockáztatom, hogy jóval több lenne ennek a létesítménynek a fenntartása, és ahogyan itt felvetődött a rekordtán pályával kapcsolatosan, igen, 24 órás őrzés is kevés lenne némelykor, tehát én úgy gondolom, hogy egy új létesítményt fenntartani, működtetni bizony súlyos milliókba kerülne, és mivel az önkormányzatnak kell érte vállalni felelősséget, a 10 évi használatba adás mellett kötelezettséget kell vállalni arra, hogy biztosítjuk ennek a létesítménynek a fenntartását, működését, nagy kockázatot és nagy terhet vállalnánk a nyakunkra, de mondom, ez teljesen alárendelem annak, hogy mit szeretne a lakosság, és az, hogy ha van lehetőség műfüves pálya megépítésére, ismételten azt mondom, van lehetőség a nagy pályánkon. Nem igaz, hogy nem fér el, csak keresni kell a megoldást, csak akarni kell.
El tudom képzelni, hogy a jelenlegi szabadtéri játékokat áthelyezzük, nyilván ennek is megvan a hivatalos útja, hiszen a pályázat keretében jött létre, de a sportpályán belül más helyre áttelepítjük, és ott van a lehetőség, hogy oda megépíthetünk egy műfüves pályát, ott elég nagy terület áll rendelkezésre, vagy az első felvetés volt, hogy a sportcsarnok és a jelenlegi nagypálya közé a nagypálya méretének a megváltoztatásával oda is elhelyezhető lenne, tehát minden lehetőséget meg kell vizsgálni. Azért is nem értem ezt a nagy ellenállást, hiszen éppen a novemberi beadványban volt benne, hogy újabb kérelem van, hogy rendbe kell tudnánk tenni az öltözőt, közös erővel akár, és azt is használhatnák, tehát akkor miért ne lehetne oda beruházni, miért ne lehetne azt megtenni, és ott létrehozni. Tehát még mindig azt mondom, hogy ott valósítsuk meg ezt a műfüves pályát, és hát igen, Szabó képviselőtársunk helyesbítette Fodor képviselőtársunkat, hiszen nagyon sok mindenre adtak támogatást, a Lovas Akadémiától, a röplabdától, az úszástól, a kézilabdától, az élményparktól, a jégsporttól, az evezősporttól és a tornától kezdve nagyon sokféle dologra lehetett pályázni. Nyilvánvaló, hogy itt a kézilabda, illetve a közösségi sportklubnak a fő tevékenysége a foci, ők ezért erre pályáztak, de nekünk nem szabad mindent ennek alávetni és feláldozni. És a lakosság véleményére vagyok kíváncsi, még ismételten. Köszönöm szépen, Szabó képviselő úr. Lehetőleg rövidre. Annyit szeretnék hozzáfűzni az előbb elmondottakhoz, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálunk oda. Most jelen pillanatban a KSC vállalja azt, hogy a fenntartást ezt ő állja, de viszont, hogyha teljesen mi csinálod az önkormányzat, akkor is őriznünk kell, fenntartanunk kell, szóval a költségek ugyanazok maradnak. Szóval azért ne várjuk csak azért, mert műfős pálya lesz, akkor nagy költség lesz, mert meg kell védenünk, ápolni kell, vagy hogyha bármi piacot csinálunk, annak is költsége, mert azt is ugyanúgy tönkreteli, azt is őrizni kell, szóval a költségek az effektíve szerintem ugyanazok lesznek. Úgyhogy köszönöm. Brünner képviselő. Köszönöm szépen. Igyekszek rövidre fogni mondani valómat, mielőtt még polgármesterünk felszólítanak. Néhány észrevétel. Képviselőasszony elmondta, hogy szerinte, megítélése szerint ezt az 5600 ember nem érdekli a műfüves pálya, vagy legalábbis csak egy részét érdekli. Valóban így van. Mint ahogy a játszótér sem érdekli mind az 5600 embert, és a közösségi ház sem érdekli mind az 5600 embert, hiszen pont ugye polgármester úr szavaival élve maximum két busznyi ember az, aki részt szokott venni önkormányzati rendezvényeken, illetve a közösségi házban megrendezett előadásokon. Mégis gondoskodunk a közösségi házról, felújítjuk, költünk rá, ugyanúgy, mint a játszótérről. Én állítom, hogy a zsolcaiak, az alsó zsolcaiak jelentős részét nem érdekli, hogy alsó zsolcán van-e játszótér vagy nincs. Annak a bizonyos rétegnek készítjük a játszóteret, akik azt majd igénybe fogják venni. Ugyanez szól a műfüves pályára, illetve a sport létesítményekre is. Másik. Képviselőasszony elmondta, hogy sajnálja, hogy polgármester úr, illetve a képviselő testület nem lett bevonva az előkészítő munkálatokba, az előkészületekbe. Nos, ez sem igaz ebben a formában, ugyanis két helyszíni bejárást is tartott a KSC az adott területen, egyiken sem jelent meg polgármester úr, valamint a polgármesteri irodában volt egy megbeszélés, ahol ott volt a KSC elnöke és a tervező mérnök, aki elmondta az elképzelést, és polgármester úr elé tárta. Az előterjesztések, illetve a két rendkívüli testületre összehívására tett indítványról. Polgármester úr azt mondta, hogy szabálytalan volt a két összehívási indítvány, ezért mivel nem lett megjelölve a célja, ezért nem hívta össze. Na most mind a két indítvány tartalmazta az előterjesztést is, tehát meg lett jelölve a rendkívüli ülés célja. Nem a céljáról volt szó. De azt mondtad, hogy nem jelöltük meg a célját, és ezért nem hívtad össze. Kérd, majd hallgass vissza. Jó, vissza fogom hallgatni. Az indokáról volt szó. Jó. Nem a céljáról. Oké. Nevezd, aminek akarod. Rendkívüli összehívás indokáról van szó. Mondhatod? Köszönöm szépen. Akkor engem is megígatod. És az én véleményem ennek a településnek ezt a területet olyan módon rendezni, hogy ez megnyugtató, szép, kultúrált és civilizált legyen, nem lesz a jövőben pénze. Pályázat valószínűleg olyan módon már nem lesz kiírva, mint amire számít a település,
közfoglalkoztatás nagy valószínűséggel, ahogy hallani, vissza lesz fogva, tehát a közfoglalkoztatásból, ahogy a temetőkerítés is sok mindent meg lehetett csinálni, már annyi pénz nem lesz a közfoglalkoztatásban magyarul, azt csak saját zsebből, a városnak saját büdzséből kell majd megtennie, erre pedig nem lesz lehetőség. Most én úgy gondolom, hogy itt van egy olyan lehetőség a településnek, hogy ingyen, pénz nélkül, 100%-os támogatottsággal az Egyesület ezt megvalósítsa, és hasznosítsuk megfelelő módon a területet. Én mindenképpen támogatni fogom. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérdezem. Terik a parancs. Én az egészségügyi vonatkozásában szeretnék hozzászólni, mert én ahhoz értek, vagyis hát 34 éve dolgozom az egészségügyben, és nagyon szépen köszönöm a KSZ elnökönnek a válaszát, hogy válaszolt nekem erre a kérdésemre. Azt szeretném mondani, hogy nekem nem lenne kifogásom egy élő műfüves pályával kapcsolatosan. Élő füves pálya kialakításával, vagy pedig egy negyedik generációs pálya kialakításával. Nekem itt a töltettel van problémám, mivel sajnos az kezdetekben, amikor én 84-ben kezdtem, találkoztam azokkal az anyagokkal a laboratóriumban, amiket ezek a gumiörlemények tartalmaznak. És elnézést, hogy innét olvasom, de ilyen légből kapott pontos információt szeretnék mondani, nem légből kapottat. Ezek az anyag bőrrel érintkezve rákot okozhatnak, ezek a gumipelletek higany, ólom, arzént is tartalmazhatnak, méreganyagok szervezetbe jutása, bőrsérüléseken keresztül becsúszás, horzsolás, beleragadhatnak a sebbe. Olyan állásfoglalás szerint, amik ezeket az aromás szénhidrogéneket tartalmazzák, az emberi bőr maximum fél percig érintkezhet az adott anyaggal, anélkül, hogy kockáztathatná az egészségkárosodást. Nem hiszem, hogy ezt mi szeretnénk. Ha nem ez a gumiörleménnyel lenne feltöltve, hanem vannak több lépcsőfokok ahhoz, hogy sokkal, igaz, hogy azok drágábbak, de az egészségre viszont nem lennének veszélyeztetve, és azt is szeretném kérni, hogy milyen árfolyamon számítjuk az gyerekeink egészségét. Mert a gyerekeinkről van szó, nem? 9-10 éves, mert az U9-10-11-es csapat, vagy kik mehetnek majd oda. Nem, elnézést, ha nem tudom, nem írtam le pontosan. A továbbiakban még azt is szeretném mondani, hogy ezek a gumiörlemények a napfény hatására porózussá válnak, és az előregedés az 5-6 év. Na most az lehet, hogy ez nem probléma, de mivel a gumiabroncs hatályos környezetvédelmi szabályozás értelmében nem dobható a kommunális szemétbe, így láthatjuk, hogy veszélyes, ezért a kezelése pedig jelentős összegeket érhet el, úgyhogy ezeket csak, mint veszélyes hulladék úgy lehet megsemmisíteni. Na most, ha 5 évente ezt meg kell semmisíteni, az egy nagy kiadás a KSZ részéről. A 10 év, amit mi oda szerettünk volna adni, hogy 10 évig használja majd a KSZ, 10 év után, ha esetleg tönkre megy a pálya, akkor az elkövetkező testület vagy polgármester nyakába zúdítjuk azt az összeget, hogy azt ő ezt a káros anyagot semmisítse meg, mert ez környezetre káros anyag. Nem is szeretném tovább, vannak még több olyan dolog, ami miatt én azért nem tudom támogatni, mert fenntartásaim vannak, hogy a gyerekekre ez veszélyes. És én tiszteletbe tartom a ti döntéseteket, én a saját döntésem szerint az élő füves pályát tudom támogatni bármelyik területen, vagy pedig, ha nem az, ez a töltőanyagban, hanem a negyedik generációs megoldást tudjátok vállalni, ami sajnos drágább megoldás, akkor azt teljes mértékben tudom támogatni. Köszönöm szépen! Az egészségügy szóba került, azért hadd mondjam el, hogy a élőfüves pályán elesett a gyerek, sebe sérült, földel szennyeződött, tetanusz mérgezésben meghalhat. Itt arról volt szó csak, hogy fél percig, ha hozzáér,
vagy érintkezik ezekkel a gumi örleménnyel, akkor talán okozhat károsodást, úgymond egészségkárosodást. De ahhoz, hogy valaki rák keletkezzen, ahhoz nem félperces érintkezés szükséges, hanem sokkal hosszabb. Tehát nem engedélyeznék akkor ezt az Európai Unióban, abban az esetben, mi is oda tartozunk az Unióba is, tehát ha nálunk engedélyezik, akkor az Unióba is, hogyha ez olyan óriási veszélyt jelentene a sportoló egészségére. Itt van ez a PET palack, sokkal károsabb egészségre is, meg a környezetre is. Erről soha nincsen szó, mert ugye ez kereskedelmi érdekeket sérül. Ez nem egy olyan egészségkárosító veszéllyel járna, ami miatt ne lehetne ezt megvalósítani. Nyugodtan meg lehet valósítani. Természetesen nem kell nyalogatni azt a pályát, de nem is ez a cél, hanem futballozni rajta. Tehát ezt a kifogást nem tudom így elfogadni. Köszönöm szépen. Egy mondatot csak. Örülök, hogy ennyire utána jártam. Egyébként, hogy mennyire mérgező és veszélyes egy ilyen pályad. Én úgy vagyok ezzel egyébként, hogy szívesebben engedem a gyerekemet rá erre a rákkeltő, borzasztó, veszélyes pályára, mint hogy ezt a szart nyomogatja egész nap. És ez sugárzik, előtte van, tönkre megy a szeme, bármi. Én inkább arra a rákkeltő pályára fogom kivinni a gyerekemet. Köszönöm szépen. Nem rákkeltő. Tudom én. Még csak ehhez hozzáfűzve, tehát valóban így van, tehát a doktor úrnak igaza van, hogy engedélyezik, mert nyilván engedélyezik ezeket a pályákat, de mi szerintem 25 vagy 50 évvel le vagyunk maradva Amerikától, meg Nyugat-Európától, hiszen ha annyira tájékozottak vagytok, biztos ti is olvastátok, hallottátok, hogy például Hollandiában már sorra tiltják be ezeket a pályákat. Tehát megvan ennek az oka, és valóban így van, hogy hosszú távon, meg itt van, ahogyan mindenféle káros hatásokról beszélünk, igenis beszélni kell róla, hogy világszerte, de Magyarországon is van már olyan, aki a műfüves pályán töltött hosszú idő után leukémiát kapott, és a megbetegedése erre vezethető vissza. Nyilván, hogy ezt nagyon nehéz igazolni, de a tények, ez ugyanaz, mint aki poros helyen dolgozik, nagy valószínűséggel a munkahelyén szerezte, ha mondjuk szilikózist kap. Tehát azért ezt lehet hozzákötni, valószínűsíthetni, hogy hol keletkezett ez a baja, és egyre több a megbetegedés, és ezért a nyugati fejlettebb országokban már próbálják ezeket kiszorítani, és másféle pályákat. De én tehát jelen pillanatban én nem a pálya ellen vagyok, mert valóban így van, legyen pálya, bár a labdarúgó szövetség a szerződésében nem vállal felelősséget az ilyenfajta dolgokért, de én az ellen vagyok, hogy ne ott legyen az a pálya, tehát ne áldozzuk fel a tanácsúti területet. Beszélünk itt mindenről, de erről valahogy nem nagyon akarunk beszélni, hogy azt a tanácsúti területet ne áldozzuk fel. Senki nem azt mondja, hogy nem akarjuk rendbe tenni, mert mindegyikünk azt szeretné, ha rendbe lenne téve, de azt a műfüves pályát ne oda tegyük, hanem tegyük a meglévő sportcsarnok mellé arra a területre, mert ha a későbbiek során is nekünk hosszú távra kell gondolkodni, ha felelősen gondolkodunk Alsó-Zsolcáért, akkor igenis azt fenn kell tartani, és sokkal kisebb a fenntartási költsége, ha az ott egy létesítményben van, mint egy különálló létesítmény. Igen, nyilván az új létesítménynek is lesznek fenntartási költségei, de állandóan arról beszélünk, és ugye ezt visszakaptam én is sokszor, hogy ez a falu város, tehát hogyha valóban városiasodni akarunk, valóban fejlődni akarunk, akkor nem ez az egyetlen út, hogy csak és kizárólag műfüves pálya, hanem valamiféle újabb lehetőség. Igen, sport, közösségi ház, játszótér, most próbáljunk meg valami másban gondolkodni, elrugaszkodni ettől a műfüves pályától, és másban gondolkodni, és ha valóban ennyire fontos ez a műfüves pálya, akkor próbáljon meg a KSC kompromisszumot kötni, és átgondolni ennek a lehetőségét, hogy gazdaságosság szempontjából sokkal jobban jár, ha oda arra a sportpályára telepítünk egy műfüves pályát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát én erre szeretnék reflektálni tényleg, hogy
Egyrészt azt a területet azért vettük meg, hogy sportcélű beruházásra. Mert hogy nem mi elnézést, hanem az önkormányzat. Azt, hogy mást kell esetleg ott megcsinálni, akkor hallgassuk meg ezeket a terveket, hogy milyen konkrét tervek vannak. Ennek a területnek a rehabilitáció azt mondja, képviselő azt mondja, nagyon fontos az ön számára is személyesen. Nekünk kész terveink vannak, kész forrásaink. A beruházás el tud indulni, akár már ebben a hónapban. Ez a önkormányzat a tulajdonos hozzájárulása hiányzik, amit remélem, hogy megkapunk hamarosan. És tehát nekünk kész terveink vannak is, ráadásul az önkormányzatnak a, hogy mondjam, bátorítására, hiszen szándéknyilatkozatok, megerősítő nyilatkozatok, a megvételére is sor került ennek az ingatlannak, és akkor egyszer csak meggondolta magát az ingatlannal kapcsolatban az önkormányzat, joga van hozzá, csak minket meg arra bátorított, hogy dolgozzunk ki ilyen fokú terveket, az előbb mutattam azt a vaskos dokumentumot, tehát ez nem 10 000 forintba kerül, hanem milliós nagyságrend. És hogyha van más terv, azt mondja a képviselőasszony, akkor szeretném látni ezt a fokú kidolgozott tervet, illetve szerintem a képviselő testület is szeretné látni, illetve a város. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, azt hadd kérdezzem már meg, hogy a elnök úr, hogy a terv az a önkormányzati hozzájárulást, tehát a önkormányzat hozzájárulását követően készült, elindították el a tervkészítést, vagy még az önkormányzat tulajdonában sem volt ez a terület, amikor már önök elindították? Ez a kérdés nem releváns. Polgármester úrnál voltunk személyesen a tervezővel. Igen, vagy nem? Tudom, ez a kérdés nem releváns. Korábban indították el? Ez a kérdés nem releváns. Jó, köszönöm. Tudott róla polgármester úr és a testület, hogy zajlanak a köszönöm. Kérdezem. Van-e még valakinek? Mindenkit hagytunk kibontakozni, mindenki elmondhatta a véleményét. Így engedjétek meg, hogy tulajdonképpen összefoglalva, vagy egy záró gondolatként megemlítsem azt, hogy először is minden híreszteléssel szemben szó nincs arról, hogy a képviselő testület bármely tagja sport ellenes volna, bármely tagja ellenkezne azzal, hogy a fiatalok sportoljanak. Természetesen mindannyian támogatjuk. Rendkívül nehéz tisztán látni, hisz van egy KSC, akinek van, hány tagja a KSC-nek? Az Egyesületnek, vagy pedig KSC. KSC-nek, mint Egyesületnek, van 17 tagja. Tehát van 17 tagja ennek a KSC-nek, aki a TAO-s támogatás, ha jól tudom, a TAO-s támogatásból, ami úgy a KSC-é, ahogy hiszen adóforintokról van szó, TAO-s támogatásból végzi az általa vállalt feladatot. Ezek során természetesen nem csak alsózsolcai gyerekeket edzenek, hanem a sport elgondolásának megfelelően vállalhatnak máshonnan is gyerekeket, akiket itt edzenek. Ezzel sincs probléma, hiszen egészségesé válnak, csak fölmerül a kérdés, hogy alsózsolca pénzéből miért támogassuk mi a miskolci gyerekeket, vagy miért támogassuk a Hernádkaki gyerekeket. Tehát tulajdonképpen a különbség, én amit látok, mindenki örül, hogyha támogatási pénzt szerez, KSZ-nek is. A különbség, a nézet különbség a megvalósítás helye körül tér el. Ami azt jelenti, hogy épp Szabó képviselő és az általam leírt előterjesztési tervezetben szerepel, akkor még egyetértettünk, hogy a 2015 áprilisában beadott kérelembe, illetve kérelem tervezet, nem került beadás, a kérelem tervezetben szerepel a nagypálya felújítás, az öltöző felújítás, a műfüves pálya megépítés, és abban úgy szerepel, hogy a beruházások révén egy valódi modern sportkomplexum létesülne Alsó-Zsolcán. Ez a sportpálya területére értettük akkor, most is arra értjük. Egy valódi, modern sportkomplexum létesülne Alsó-Zsolcán. Tehát a testületünk egyik része, egyik fele, én úgy látom, hogy amellett tette le a voksát, teszi le a voksát, hogy ez a valódi sportkomplexum alakuljon ki. Ha visszaemlékszünk, akkor a
tulajdonképpen a TS udvar a önkormányzati hozzájárulás azért történt meg, hogy megkérdezzük a lakosság véleményét, hiszen Zsíros képviselőtársunk, meg Kurucné képviselőtársunk is azt javasolta, hogy kérjük ki a lakosság véleményét. Ez az alapkérdés, illetve még cikázok egy kicsit, visszalépve a modern sportkomplexum megvalósításához, amikor az országgyűlési képviselőnk felajánlotta a kézilabda pálya megteremtését a tavasszal, itt Alsó-Zsolcán, egy rekordtány borítású, egyméteres palánkkal ellátott kézilabda pályát hozna ide, és ezzel kapcsolatban a képviselő hölgyeket, urakat interjúvoltuk meg, hogy ők mit szólnak ehhez. Épp Szabó képviselő volt az, aki a sport csarnok és a pálya közé javasolta ezt a kézilabda pályát. Az az értetetlen, hogy műfüves pálya nem mehet oda, azt nem támogatja, viszont egy kézilabda pálya már alkalmas lenne ott. Hogy ennek alapján tessék eldönteni, hogy most kicsi lenne a hely, vagy nagy lenne a hely, ugyanis hogyha oda kerülne akár egy műfüves pálya, természetesen a nagy pálya annyival kisebb lenne, de hát három utánpótlás korosztályt írnak, hogy annyi gyakorolhatna ott a műfüves pályán. Területet magát nem vennénk el. Természetesen, hogyha ide kerülnek más településről is gyerekek, nyilván, hogy kicsi lesz a terület. Természetesen ezáltal kinövik. Tehát én is annak a pártján vagyok, hogy egy valódi, modern sportkomplexumot alakítsunk ki, újítsuk meg az öltözőt, ha mód van rá, már pedig úgy néz ki, hogy van rá mód, a Kondi Parkot tegyük el onnan, és a Kondi Park helyén megépülhetne ez a műfüves pálya szerves összeköttetésben a öltözővel. Ezen kívül még természetesen ott van a sportcsarnok is. A másik, ez az egyik döntő jelentőség, tehát hogy a továbbra is a sportpályán képzeljük el ennek a beruházásnak a megvalósulását. Semmi akadálya. A másik fontos dolog, amit már korábban említettem, ugye a lakosság véleményének a kikérése. Ezen anyagban az építész iroda leírja, hogy a volt TS udvar a település központi területén fekszik, minden oldalról kertvárosias, családi házas beépítésű övezetek határolják. Tehát ezt a területet családi házak veszik körül. Visszautalva arra a beadvány tervezetre, ami kettőnk nevével, illetve kettőnk neve szerepel az alján, abban szerepel, hogy az új műfüves pálya rendkívül kedvező, rövid és hosszú távú lehetőségeket vet fel a KST labdarúgó szakosztálya számára, mind az utánpótlás nevelésében, mind az esti, éjszakai órákban szinte teljes kihasználtságot jelentő csoportos szabadidő sportolási lehetőség kínálkozik. Mind az esti, mind az éjszakai órákban. Kérdezem én, hogyha ott éjszaka, történetesen 10 órakor, autók, illetve hát eleve játékosok, és amire Farkas úr utalt, ez a házon kívül adás, amiben bemutatták, hogy pálya környékén nem lehet lakni. Mi oda szeretnénk tenni, ha mi oda teszünk a volt TS udvarra egy ilyen pályát, amit kiadhatnak bárkinek, és ahogy le van írva, esti, éjszakai órákban is működhet. A parkolási feltétel nincs biztosítva, hiszen csak néhány autónak alakítanak ki a belső területen parkolót. Ezek az autók azon a keskeny utca mellett hogy fognak megállni, mennyi területet fognak elfoglalni, meg éjszaka, amikor kibeszállás van, ugye meg a filmben látott hangos beszéd, meg káromkodás, meg mindenféle elhangzik, akkor kérdezem, hogy melyik támogató képviselő úr hajlandó ott majd lakást venni. Nem állunk messze a problémától, hiszen a Kodály út végén kialakított pálya esetén is az ott lakók arra panaszkodtak, hogy nem tudják nyitva hagyni az ajtót, illetve az ablakot, mert ez a folyamatos trágár beszéd megy. Erre garanciát én úgy gondolom egyik képviselő társunk se tud vállalni, és ha vállalnak, az felelőtlenség volna. Levelet annak érdekében, hogy a lakosságot megkérdezzük, tehát a lakosság véleményét kikérve levelet kaptak, ha nem is mindenki, de jó néhányan. Ebből 308 támogató levél jött vissza.
hogy a sportkomplexum valósuljon meg, a sportpálya területén épüljön meg ez a műfüves pálya. Én úgy gondolom, hogy ha a lakosság érdekeit tekintjük, akkor messze ez alá kell vetni a saját szándékainkat. Nem beszélve arról, hogy a maga a pálya környékén lakó Tanács utcaiak pedig a következő tiltakozást adták be. Tudomásunk szerint a Tanács úti volt TS telepre a KSZ műfüves pályát akar építeni. Alulírottak, tiltakozunk az ellen, kérjük ne engedélyezze ezt. Nekünk itt lakónknak az is nagy hangzavar, amikor kertjeink végében a nagy sportpályán megkezdődnek jó időben a meccsek, edzések. Különösen nyáron be kell zárnunk az ablakokat, mert a zaj mellett nem tudunk nyugodtan pihenni. Itt idős és dolgozó emberek egyaránt laknak. Senkinek nem hiányzik ez. Ha megépül a műfüves pálya volt TS telepen, akkor előről is ugyanazt a zajt kell elviselnünk, mint ami a kertek aljáról jön, sőt, még rosszabb lesz, mert közelebb van. Nem is beszélve a majd itt parkoló autókról, a szemetelő fiatalokról, az itt átvonuló tömegekről. Mi nagyon örülünk annak, hogy sportolnak a fiatalok, de a pihenéshez, a nyugalomhoz nekünk is jogunk van. Aláírva. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenkinek túl kell lépni a saját érdekein, észszerűen kell dönteni, figyelembe véve a lakosság véleményét, hiszen azért a képviselő hölgyeket, urakat, mint hogy engem is a lakosság választott. Tehát mindenképpen elvárható, hogy vegyük tekintetbe az ő véleményüket. Én azt sajnálom, hogy ezt a KSZT nem tette meg, hogy kikérje a lakosság véleményét, nem ez alapján zajlott az egész. Köszönöm szépen, vitát lezárom, milyen szavazás? Név szerinti szavazást rendelek el, erre való felkészülés idejére pedig... Tessék? Név szerinti szavazás. Azt mondja az SMS-ünk, hogy bármely képviselő javaslatot tehet név szerinti szavazásra. A kérdésben a képviselő testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt. Tehát ha ezt javasolja a polgármester úr, akkor a képviselő testületnek a döntése szükséges, de még ott valaki el. Csak még szót tudtam volna kérni. Én ezt csak kiegészítettem persze. Persze, parancsolj. Ez a modern sportkomplexumra térnék vissza még a kezdetekre, amikor még egyetértettünk, ezt te hoztad fel. Az emlékeim helyére a gödörbe terveztük akkor nem a sportpályára, megvannak a tervek szerintem azóta is. Akkor a közösségi, alsózsorcai közösségi sportklub, akkor még alelnöke voltam, több mint 500 000 forintot költött tervezésre, és igen, így volt élőfüves pálya, öltöző, és hogy a gödörbe, az emlékmű helyére legyen megépítve a műfűves pálya. Na ekkor megterveztük, bejutottuk hozzá tudomásoddal. Megkérdezem, hogy ki tett arra a javaslatot, hogy a TSM legyen megépítve a műfűves pálya. Hát kérdezem már tőled. Hogy ne a gödörbe építsük meg, hanem a... Beszélgetni kívánsz, mondd el, aztán majd... Igen, mert nem merek kimondani, mert a te javaslatodra vettük meg a TS udvart, a te javaslatodba terveztük oda még egyszer ezt a komplexumot. Szóval nem értem ezt az effajtóit a teljesen, akkor nem kértett ki az ember, akkor nem érdekelt az emberek véleménye semmi, csak hogy zöldváros pályázat, hogyha nyerni fog, akkor ott azt a emlékműhelyét meg tudjuk csinálni, egyetértettünk ebbe, és igen, a te javaslatodra előkészítettük a TS-nek a hogy megvételét, meg azt is megcsináltuk, hogy ott tervezés legyen. Ez most jelentően olyan 2 millió forintjába került a KSZ-re. Innentől kezdve nem értem, hogy mi változott azóta, és miért vagy ennyire ellen. Köszönöm szépen. Köszönjük. Tehát kérdezem, hogy aki a személy szerinti szavazással, név szerinti szavazással egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy név szerinti szavazást tudunk végrehajtani. 5 perc szünetet rendelek el az előkészület idejére. Képviselő társaimnak a figyelmét arra a vélemény felmérése, amit végrehajtottunk. Alsóróca lakosságától kaptuk a felhatalmazást. Én magam más nem tehetek, mint hogy a Alsóróca lakosság érdekét tartom szem előtt. Hogyha bárki
másként gondolja, akkor neki kell elszámolni saját lelkiismeretével, illetve fölvállalni azt, hogy ő a lakosság vélemény, lakossági szándék ellen ment szembe, nem beszélve ugye a Tanács utcai lakókról, akik külön kifejtették, hogy nem kívánnak. Térjünk át a név szerinti szavazásra. Kérem ki, jegyző azt is. Félig meddig ugye itt az előzőekben is folytattam az eljárás lefolytatására vonatkozó szabályokat. A kérdésben ugye a képviselőtestület egyszerű szótöbbséggel döntött. Ennek megfelelően az, hogy a név szerinti szavazás esetén a jegyző a képviselők névsorát ABC sorrendben felolvassa. A képviselők igen, nem, tartózkodom nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a szavazást a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja, és a szavazás eredményét a névsorral együtt átadja az elnöknek, aki a szavazás eredményét kihirdeti. A szavazás eredményét tartalmazó névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. Ennyi? És akkor ennek megfelelően... Köszönöm szépen, tehát felteszi a kérdés, indítványnak akkor... megfelelően a kérdés az, hogy aki... Kérdés az, hogy hozzájárul-e a 890/4 helyrajzi számú ingatlan KSC általi hasznosításához. Kérdés, igen. Brünner István. Igen. Dr. Majoros Géza. Igen. Dr. Mádai Ákos. Igen. Fodor Ákos. Igen. Kuruc Attiláné. Nem. Ráki István. Nem. Szabó László. Igen. Szilágyi László. Nem. Zsíros Sándorné. Nem. Köszönöm szépen. Tehát képviselőtestületünk döntése azzal kapcsolatban, hogy hozzájárul-e a 890/4-es helyrajzi számú ingatlan KSC általi hasznosításához. 5 igen és 4 nem szavazattal a testület hozzájárul a KSC általi hasznosításhoz. Köszönöm szépen. Akinek mennie kell, illetve még... Egy-két perc, áttérünk a következő napi rendi pontra, ami tájékoztató a képviselőtestület két ülése között eltelt időszak eseményeiről, ahol be kell számolnom arról, hogy a Miskolc környék önkormányzati társulási tanács december 31-ével önkormányzati tulajdonba adta a korábbi társulási vagyonokat, mint 5 darab víztartály, 2 darab stíl bozótvágó, 2 darab motoros láncfűrés, aszfaltvágó döngölő, ami már ezidáig is itt volt a településen. Január 22-én a kormányhivatal szervezésében védelmi igazgatási felkészítésen vettem részt, ahol katonai igazgatás, katasztrófavédelmi, rendőrségvédelmi igazgatás, vízkár elhárítási feladatokról hallgattunk előadásokat. Január 22-én a regionális hulladékgazdálkodási önkormányzati társulási tanács ülésén vettem részt, ahol is egy pályázat benyújtására vonatkozó konzorcium együttműködési megállapodásról történt megegyezés. Január 2018. január 21-én időközi települési roma nemzetiség önkormányzat választás problémamentesen megtörtént, február 7-én megtörtént a feladat átvétel. A 2017. évben döntött a képviselőtestület a Borsodvíz vízközmű rendszerére vonatkozó 2017-2031 évi görbülőfejlesztési terv módosításáról, valamint a 2018-2032 évekre vonatkozó görbülőfejlesztési tervről. A benyújtott terveket jóváhagyták, illetve az arról szóló határozatot az önkormányzat megkapta. Kérdezem, ezzel kapcsolatban van-e valakinek, amennyiben nincs? Megköszönöm a parancsot. Már még föltettük a önkormányzatnak a honlapjára is.
Facebookos oldalára, illetve majd a Kábel TV-n is meg fog jelenni. A jövő héttől a közösségi ház parkolójában 16-ától tüdőszűrés lesz, úgyhogy a érdekeltek értesítést is kapnak, de azért mondtam, hogy a tájékoztatót föltettük a adott helyekre. A másik, ami a település lakosságát érinti a kutyaoltással kapcsolatos tájékoztató, Zwillinger doktor úr megküldte az erre vonatkozó tájékoztatást, a település adott pontjain nyilvánvalóan kiplakátoltuk, illetve szintén a Kábel TV, illetve az önkormányzat honlapján is megjelentek, illetve tegnap előtt kaptunk egy értesítést a orvosi 2018. január 1-től működő orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatosan, azt majd nyilván kitesszük a orvosi rendelőbe is, illetve már fölkerült az önkormányzat honlapjára, illetve nyilván azokra a fórumokra, ahonnan a lakosság ezzel kapcsolatban tájékoztatást tud kapni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel a nyílt ülésünknek vége van. Megköszönöm a résztvevőknek a tanult is a érdeklődést, a hozzászólóknak a hozzászólásukat. Elköszönök, ezt követően zárt ülésre kerül sor, tehát a képviselő urakat, hölgyeket, urakat kérem maradjanak. Elköszönök a televízió nézőjétől is. A legközelebbi testületi ülésünkre március 29-én fog sor kerülni. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!